Tisztelettel üdvözlöm a Fekete István Szabad Egyetem legújabb előadását itt a helyszínen, élőben követőket és az interneten megtekintő ezreket. Dr. Popé Gyula, a Fekete István Szabad Egyetem igazgatója nevében is, és megkülönböztetett tisztelettel pedig a mai előadónkat köszöntöm, dr. Tóth Máté energiajogászt. Sokak számára ügyvéd, számunkra most leginkább, mint egyetemi oktató stílszerűen, akit itt köszönhetünk. Nem is olyan régen, legutóbb itt egy Mi Épp emléktalálkozó keretében üdvözöltük régi bajtársunkat, hiszen a Mi Épp ifjúsági tagozat szóvivőjeként még több évtizeddel ezelőtt kezdte közéleti pályafutását, és most, mint tudományos munkatárs van itt, mondhatjuk így, egyetemi oktatóként, hiszen előadásának címe Nemzet, Állam, Szuverenitás, és egy prezentációval is készült, úgyhogy ügyvéd úr, tanár úr, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött. Köszönöm szépen elődnek a bemutatást, és köszönöm a meghívást. Egyrészt már csak a hely miatt is megtisztelő, mert hogy valóban jártam én itt a Bartók Béla úton, még a megboldogult ősidőkben, 90-es évek végén is itt megfordultam párszor. Külön köszönöm, láttam az illusztris névsort a Fekete István Szabad Egyetem korábbi előadóinak a listáját, emiatt is nagyon megtisztelő a felkérés. És hát Fekete István önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos iránytű mindannyiunk számára. A bemutatást megköszönve, át is ugorva ennek megfelelően, láthatják, nagyon sok titulusom van, igazából, ahogy mondani szokták, csak akasztott ember. Nem voltam még, de lehetek, ugye, mindig van ez az optimizmus. Valóban az energiajogászként ismerhetnek talán leginkább a médiából, mert hogy az energiaválság meg a háborúká most ráfordult a figyelem egy olyan területre, ami kis túlzással a kutyát nem érdekelte 2 évvel ezelőtt. Ugyanazok a gázszerződések vagy erőműépítések, amiken dolgoztam, vagy amikbe beleláttam, egy fikusz mögé eldugva villócó neoncső alatt falnak befordított íróasztallal. Tehát nagyjából annyi embert mozgatott meg, amennyi mondjuk egy közepes méretű ilyen belpesti háznak a biciklitárolójába elfér. Most meg ugye némi média nyilvánosságot kapott, de nem mint energiajogász, meg nem is energetikai témákban szeretnék most beszélni, illetve gondolat ébreszteni, mert hogy ez lenne az elsődleges célom, hanem azt gondolom, hogy egy sokkal fontosabb témában, ami a nemzet, az állam és a szuverenitás hármasának ezzel az egymással összefüggő értékegységnek a jelentősége. Azért is örülök, hogy Fekete Istvánról kapta nevét a Szabad Egyetem ez az előadás sorozat, mert Fekete István egyrészt megtestesíti azt a sorsot, azt a népi törzsből származó értéket, rátermettséget és annak a tragédiáját, ami a 20. században azt hiszem, hogy a magyar nemzet sorsát tökéletesen visszaadja. Ugye érdemes emlékezni arra, hogy 1900. január 25-én született, tehát lényegében ugye most volt a születésének az évfordulója, ugye majdnem kerek évfordulót, pár héttel később vagyunk itt, és ugye az egyik legtehetségesebb bírónkat ugyanaz a sors várta, mint nagyon sok magyart még. Ugye 45 után megfigyelté vált a Zsellérek című munkája miatt, amiben a proletár diktatúrát leplezte le. Meghurcoltá várt, kiverték a szemét, leverték az egyik veséjét. Itt a János kórház mellett dobták ki az ávósok egy mozgó teherautóból. Tehát azt hiszem, hogy benne van mindaz a karakterében, ami azért a 20. század tekintetében a magyar nemzet sors tragédiáját is jellemzi. Másrészt Fekete István, azt hiszem elég sokan nőttünk föl a regényein, Tüskevár, Vuk, Koppányaga testamentuma, a legelső, Téliberek, ugye zseniális művekről beszélünk. Egyszerre szólítja meg a természetet, a természetét, és ugye elképesztően természetközeli írásokról van szó, aminek a legtöbbször a tárgya a természet, viszont emögött ebben láthatatlanul a népiség, a legmélyebben vett emberiség, emberi karakterek, tulajdonságok, jellemek és áldozatok jelennek meg. Na és ezért
kimondottan hálás vagyok a meghívásért, mert amiről beszélni szeretnék, az pontosan az a közös nevező, ami Fekete Istvánnak az irodalmi munkásságában a természet és a nép, a nemzet karakterének a folyamatos megjelenítése, hol az egyikbe csomagolva a másikat, hol a másikba az egyiket, mert hogy azt gondolom, hogy sokaknak a cím, a témaválasztás, nemzet, állam, pláne szuverenitás absztrakt dolgoknak tűnnek, sőt, valójában ezt akarják velünk elhitetni, hogy ezek absztrakt dolgok, emberalkotta dolgok, művi dolgok. Valójában, és erre invitálok most így közös gondolkodás erejéig mindenkit, gondolatébresztés erejéig mindenkit, ezek elképesztően mély, természeti, a természeti létünkbe kódolt tartalmak és eredők. Pontosan az, amit Fekete István a műveivel, a munkáival, a gondolkodásával folyamatosan kutatott. Az a népi zseni, igazi népi karakterről beszélünk, aki azt hiszem, hogy semmi sem adja jobban vissza Fekete Istvánnak a karakterét, mint az az Arany Jánosi gondolat, amit még ő írt Petőfinek, amikor Petőfi írta neki a híres levelét, hogy ki vagy te, aki így üstökösként ugye becsapódsz ide az irodalmi életbe. Egyszerre bukkansz ki, már csak levelenként kapja a borostán sréker, de egész kotorút kell adni. És erre mondja ő, hogy mi vagyok én, kérded, egy népi sarjadék, ki törzsömnek élek érette általa. Sorsa az én sorsom, s ha darolvadék, otthon leli magát, aja kimond dala. Ebben a szerénységen, a mérhetetlen szerénységen túl, ami végig jellemezte Arany János karakterét, amit ugye mindannyian érzünk, és nem beszéltünk össze, ez nem egy közös performance volt előre meg kombinálva, csak a közös világnézet azért az kézen közön ki köszön ilyenkor. Ugye azt a mélyből, a néptörzsből, a természet és a nép szerves egységének a megértéséből táplálkozó alázatot, mély alázatot jelenti, ami keveseket jellemez jobban a 20. században, mint Fekete Istvánt. Úgyhogy egy ugyanolyan utazásra invitálnék most mindenkit, ahol amit keresnénk, az első körben pontosan az az ős eredeti, az a természeti tartalom, ami a nemzet, az állam, illetve a szuverenitás vonatkozásában a miénk, pontosan egy olyan mély utazást, amit az akár játékosnak tűnő, akár gyerekmesének tűnő Fekete Istváni nagyon mély, természeti, mély filozófiával átítatott gondolatok jellemezték. Azért kezdeném a VUG-ból ismert karakterekkel, mert hogy ugye, mint egy jó orvos, fel kell venni a legején a kórismét, ugye egyáltalán miért is kell olyan dolgokról beszélni, amire azt gondolom az ember első körben, hogy evidens kell, hogy legyen, nemzet. Hát az biztos, hogy a mi nagyszüleinknek még nem szorult magyarázatra, hogy mi az, hogy nemzet, és mi a jelentősége a nemzetnek, állam. Nem gondolom, hogy 100 évvel ezelőtt bárki gondolkodott volna rajta, hogy az állam az miért magától értetődő, szerves és természetes társadalmi együttélési forma. Szuverenitás, nem voltak még 50 évvel ezelőtt percemberek, nem a Momentumnak a nevével játszok, de akár ez is ugye áthalás lehetne, akiknek annak idején ugye eszébe se jutott volna, hogy vitassák, hogy egy állam, egy nemzet, az nyilvánvaló módon egy önmagában vett szerves egység, és nem alárendelt, nem egy nyitott, nem olyan, mint a szervezetben a sejtfal nélküli állapot, ami ugye a rák, tehát az már a felbomlás állapota, nem egy ilyen struktúra, hanem egy szervezet, zárt, határokkal rendelkező normális élő entitás, a szuverenitás ez ennek a tulajdonságát írja le. Akit ugye itt látunk, az Társ, aki szemlátomás beteg. Ahogy beteg valójában Európa is, beteg az az Európa, ahol olyan kórismét kell, hogy felvegyünk, ami François Hartognak a gondolata, hogy ez a kor, de ez a látlevet, ez kimondottan a nyugatra és Nyugat-Európára, Nyugat-Európa válságára igaz, tehát a világ többi részén nem feltétlen érjük ezeket tetten. Ez egy olyan kor, ami valamiért elveszítette az időérzékét. Tehát azt, hogy a múltból jövünk és a jövőbe tartunk. A múlt értékeire értetlenül tekint, a jövőre meg koncepciótlanul bámul. Ezt nevezte el a francia filozófus prezentizmusnak. Ez egy olyan állapot, ami miatt lényegében arra kényszerülünk, hogy újra megtaláljuk az alapfogalmakat, újra definiáljunk magútól értetődő dolgokat, olyan dolgokat, amik adott esetben a természetből következnek. Ugye ezt Nietzsche úgy hívta még a 19. század végén, hogy minden érték
elértéktelenedése zajlik, ugye egy nihilizmusba tartunk, és amit ő látott jönni, az mintha most teljesedne be magunk körül, és pontosan az alapfogalmaink, az alapértékeink szintjén is ezt látjuk. Érdemes a kórismébe beletenni, hogy ugye olyan szintén magától értetődőnek tűnő értékeinket kell újra megmagyarázni és megvédeni, mint mondjuk a biológiai nemek, ami mondjuk 4,3 milliárd éve nagyjából létezik a biológusok szerint, vagy a család, mint az ennek megfelelően felépülő egészséges intézmény. Na hát ezen újra definiálási kísérlet alól sajnos már nem mentes a nemzet, az állam és a szuverenitás fogalma sem. Annyira nem, hogy a 20. század elején az egyik legnagyobb kútmérgező, Benedict Anderson, egy szociológus, akinek szerintem már azzal gyorsan el tudjuk helyezni, hogy Jászi Oszkár volt az egyik nagy ihletője, és szeretettel hivatkozott erre a nemzetárulóra. Benedict Anderson bedobta az akkor még megbotránkoztatónak tűnő gondolatot arról, hogy a nemzetek azok csak társadalmi konstrukciók. Kitalált, imagined communities, ahogy ő nevezte, ezek ilyen képzelt közösségek, amiket mi elhiszünk, mint valami kreálmányt, létrehozunk mesterségesen, de hogy ezek nem természet szerinti egységek. És ami akkor még megbotránkoztató volt, az már a jelen. Tehát ha körbenézünk, hányan mondják azt, vallják azt, hogy az államaink, a nemzetünk, a történelmünk az csak valamilyen elnyomásnak az eszközeként jött létre. Ugye ez tipikusan ilyen marxista szájízű gondolat, a kizsákmányolás eszköze, valakiknek a háttérbe szorítására született, a sovinizmus meleg ágya, semmi más nem a célja, mint hogy másoktól erigyeljenek. Ez a gondolat, ez 100 év alatt megérkezett. Tehát ez a mérgezés ez célt talált, annyira, hogy ugye ma már a sztárolt gondolkodók, amilyen Yuval Noah Harari, Davos egyik fő ünnepel sztárja és tanácsadója, az ugye addig vitte ezt, hogy azt mondta, hogy a nemzetek, illetve az államok, azok annyira kitalált közösségek, annyira kitalált entitások, mint mondjuk egy gazdasági társaság. Tehát erről szól a Homo Deus elején, aki esetleg olvasta az első példázata ennek a modernkori kinyilatkoztatónak. A kórisme tehát az, hogy itt egy nagyon mély válság van az alapfogalmak tekintetében, és hogy hova tud eljutni a válság, ha emlékszünk még Seattle-ben a BLM felforgatók pusztítására, ami azért érdemel kiemelést, mert Seattle-ben kulminálódott a Black Lives Matter mozgalomnak a követelése eredményeképpen az axióma, hogy nincs szükség államra, nincs szükség rendőrségre, hogy ők itt létrehoznak egy csodálatos, egalitárius, tejjel mézzel folyó Kánaánt, fehér ember nélkül, kultúra nélkül, múlt nélkül, civilizáció nélkül is. Azért tanulságos Seattle, mert ők tehát egy antiállamot akartak létrehozni, és hogy sikerült ez az antiállam, ez az ellenállam, ez a modernkori tanácsköztársaság? Hát úgy, ahogy minden ilyen kezdeményezés végződni szokott, vérengzésbe fordult, emberi fekáriába fordult, erőszakba fordult, egy Ras Simone nevű fekete hadúr a harmadik napon átvette egy alkával a vállán az uralmat, és gyakorlatilag egy ellenhierarchia jött létre, megint egy olyan ez, mint Leninék rendszere volt. Lenin azt mondta, hogy ők megdöntik a cári erőszakot, és mi jött a helyén? Egy újfajta erőszak, a lenini erőszak, ami talán még rosszabb volt. Tulajdonképpen ez egy nagyon nagy tanulság a Seattle-nek, és ennek az antiállamnak, mert hogy egyrészt ugye a hierarchia nélküliség helyén mi jön létre, és az erőszak monopóliumnak az relativizálása nyomán mi jön létre, valami másfajta hierarchia jön létre, és valami másfajta erőszak monopólium, nem ezek nélküliség. Tehát talán azt lehet mondani, hogy és itt közeledünk a témánkhoz, az államnak, a közösségszervezésnek, a hierarchiának az alapvető építő elemei, a premisszái, azok mintha valami olyasmik lennének, amiket nem lehet eltörölni, ahogy nem lehet eltörölni mondjuk a termodinamika első főtételét, a gravitációt vagy a magfúziót sem, bármennyire szeretné az, aki mondjuk viszonylag gyenge fizikából. Tehát ezeket a természeti tényeket mintha nem lehetne felszámolni, ennyi tanulság mindenképpen van. Pedig igény az volna rá, mint az egyszeri viccben. Ugye ezek a kislányok, aki esetleg hátrébb ül, vagy nem tud angolul, ugye a klímamigránsok befogadásáért tüntetnek skandináv országokban, tehát az elhűlésnek egy nagyon komoly stádiumát látjuk itt. És
a félelmetesség nyilván azt teszi mindezt, hogy ugye mint a jövő állítódik be, és eleve a fiatal generációk rezonálnak ezekre az üzenetekre. Tehát valójában, amit Seattle-ről, mint felkiáltójelről, figyelmeztető üzenetről mondtam, az valójában itt közelít hozzánk. Annyira itt közelít hozzánk, hogy fel is emeli ugye a maga ikonjait ez a gondolkodás. Greta Thunberg egy ilyen, de ha nem tudom, Conchita Wurstra emlékszünk, vagy tehát vannak itt rendkívül kiemelkedő hősei ennek az elképesztő identitás vesztett nihilnek, ami mindent és mindenkit megkérdőjelez, lerombol és hiteltelenít. Nekem csak azért nagy tanulságok ezek az ikonok, mert azért túlzás nélkül évezredeken keresztül ugye olyan ikonjai voltak az embereknek, akik orientálták őket, akik arra sarkalták őket, hogy többé váljanak, mint mondjuk Gilgames az ókorban, vagy Héraklész, akinek a mondái ugye egy-egybe átmentek a római mitológiába a görögöktől, vagy akár kisebb időperiódus alatt, ami Hunyadi Jánosunk. Hát hány fiú játszhatott úgy katonásdit évszázadokon keresztül, hogy Hunyadi egy ikon volt. Ikon volt, és ennek megfelelően a jelen fejlődésnek egy fontos motorja volt. Na most milyen ikonok vannak? Azt hiszem, hogy önmagukért beszélő felkiáltójelekről van szó. És még egy jelenség, hogy ezekben a modern tartalmakban, külcsínben, divatos szlogenekben, no borders, no nation, progresszió, ez a haladó globalista baloldaliság, ebben mik csomagolódnak újra? Ugye sajnos ilyennel időnként találkozni a boltban is, amikor Mikulásként valójában a lejátszolhatóságú csoki nyuszi köszön vissza ránk, ugyanazok a lejátszolhatóságú marxista tartalmak köszönnek vissza ránk, ezekben a nagyon csillivilli, nagyon modernnek tűnő új hívószavakban, divatirányzatokban, és ez egyébként nem is csak a társadalom és a társadalom mérnökösködésnek ezeket a kézzelfogható üzeneteit illeti, hanem higgyék el nekem, hogy a tudományos életben is ugyanilyen ambíciókkal jelennek meg a kulturális relativizmus, társadalmi konstrukcionizmus, progresszív feminizmus, ilyen izmusokba csomagolva az amerikai kampuszokon, ugyanazok a lejátszhatóságú marxista tartalmak, amik valójában már akkor romlottak voltak, amikor kitalálta Marx. Itt érkezünk meg ahhoz, hogy ezek a modern hívószavak, ezek bizony nagyon erősen államellenesek, nemzetellenesek és szuverenitás ellenesek, hiszen Nyugat-Európában az egyik legfontosabb hívószavává a No Borders, No Nations, vagyis a sem határok, sem nemzetek szlogen vált. Ezzel rengetegen azonosulnak fiatalok, antifa, egyéb felforgatók, tehát Nyugat-Európában azt gondolom, hogy ez az állam és a nemzet támadás alatt állása, ez egy tény. Tehát ez nem egy veszély, nem egy jövőbeli kockázat, hanem az, ami jelenleg is zajlik, és konkrétan állam és nemzetellenes pártok jelentek meg, jutottak kormányra, Németországban ugye a zöldek, mindenhol repedezik a korábban egyszerűen normálisnak hitt társadalmi konszenzus, amin belül különböző pólusok jelenhetnek meg. Már ez a társadalmi konszenzus sincs meg, tehát a normalitással szemben azon kívülről válnak domináns ezek a jelenségek. Hogy milyen torz jelenségek, figurák, ugye elnökválasztás lesz idén Amerikában, az előző Trump beiktatásakor, tehát most már két ciklussal ezelőtt voltam kint Washingtonban, akkor készítettem ezekről a nagyon kedves, színes és bizalomgerjesztő figurákról ezeket a fotókat, hogy saját fotóval is ékeskedjek, ne csak a netről levadászott képekkel. Ugye ilyen figurák hozzák el nekünk a tejjel mézzel folyó Kánaánt, ahol majd megállhatunk. Hát én azt gondolom, hogy nem állhatunk meg, sőt, ugye az állam és a jog válsága, ami tehát valóságá vált, és sokaknak programmá vált Nyugat-Európában, az igazából még egy dimenzióval kiegészül sajnos, ez pedig a védett jogi értékeknek a kibillenése a helyükről. Mert hogy akkor, és az a másik fele, amit szeretném, hogy kiinduló pontként még a kór is meg kapcsán rögzítenénk, akkor, amikor ugye a gazda javait dézsmáló tolvajtól nem védi meg a jog a gazdát, de amikor egy ütést mér a tyúkmelű tolvajra, na, akkor vele szemben már fellép a jog. Hát ilyen eset sajnos ugye tucatszám volt és van jelenleg is. Ez mindenkiben az egészséges jogérzéket azért felpiszkálja, hogy biztos, hogy igazságos-e ez a dolog. De ugyanide tartozik az, hogy
a csángók, a székelyek, az írek, a baszkok kollektív jogai és igényei, azok valahogy nem érik el a szuperérzékenyeknek az érzékenységét. A TASZ se láttuk még soha Klézsén érdekes módon tüsténkedni, vagy a Helsinki Bizottságot. Addig ugye mindenféle akárhonnan jött-ment, vagy képzelt, hátrányos helyzetű, valódi képzelt közösség, aki ugye nemébe is bizonytalan, na annak minden szociális érzékenysége felpiszkálja ugye ezeknek a sehonnaniaknak a rendkívüli kifinomultságát. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy válságtünet. És válságtünet az is, hogy adja át jogrend, egyik jogrend helyét egy másik jogrendnek. Németországban már született olyan legfelsőbb bírósági ítélet, hogy muszlim családok esetében a muszlim családon belül elkövetett becsületgyilkosság vagy ilyen típusú bűncselekmény, az a német jog tekintetében egy olyan körülmény, ami felülírja, legalábbis eltéríti, de felülírja az alkalmazandó német jogot. Mi ez, ha nem a jog, a jogrendszer halála, amikor maga fúj riadót a jog, a jogalkotó és a jogalkalmazás, és mondja azt, hogy ja, hát végül is akkor a sária az köztetek, az talán fontosabb. Hát hogy indul a rohadás, ha nem így? Tehát azt gondolom, hogy ez mind annak a válságnak a jellege, ami és szimptomája, ami elérte az államot és a jogot. És csak egy utolsó gondolat ehhez, az pedig az, hogy ez mennyire csak a mi problémánk. Ugye volt 2017-ben egy olyan Gallup felmérés, ahol azt kérdezték meg, reprezentatív volt nagyon sok fiataltól, hogy meghalna a hazájáért. És még Európában elképesztő eredmények jöttek ki. Tehát Németországban, Hollandiában a 100 fiatalból 75 azonnal futna. Tehát hátrahagyna a családját, javait, mindenét, és menekülne, de hogy halna ő meg a hazáért, a fegyveres támadás érné. Tehát elképesztő állapotok, identitás vesztés és eloldódás van az államtól, a nemzettől, ezektől az alapkategóriáktól. Addig, ha megnézzük a világ másik felét, Fidzsi-szigetek, én azt se tudom, hogy kik élnek ott a Fidzsik, de hogy mondjuk Marokkó, amit már mondjuk én is el tudok helyezni a térképen, vagy Pakisztán, ott 10-ből 9 ember azt mondja, hogy hát nem kérdés, hát a családom, a hazám, az otthonom, természetes, hogy fegyvert fogok érte. Tehát óriási szakadék is van a között az állapot között, amerre a nyugat tart, az, ami az állam és a jog válságának az elképesztő szintjét jelenti már most, és a világ többi része között, ugye úgy szeretik mondani ez a nyugati beképzeltség, hogy a West meg a Rest, a nyugat meg az összes többi. Hát az összes többi, mintha némiképpen vitálisabb lenne, mint ez a nagy büszke West, ami éppen most van összeomlóban. Hogy mennyire leképezi a tudomány, vagy az okoskodás is azt, ami a mélyben történik, ugye amint a mennyben, azonképpen a földön is, ugye legyártódnak azok az elméletek, amik megokolják ezeket a változásokat. A jogban, az államról, a jogról való gondolkodásban, ez csak tényleg egy mondatban, az utóbbi 200 évben, Kant után, ez a jogpozitivizmus és a természetjog dilemma májaként jelenik meg. De a dilemma önmagában hamis, mert hogy arról szól a dilemma, az egyik iskola szerint, hogy a jog társadalmi konstrukcióként az, amit látunk. Ez a jogpozitivizmus, tehát amit leírok egy lapra, és azt betartják bármilyen okból, meg ki tudom kényszeríteni, vagy mert elfogadják, akkor az már jog. Ez a jogpozitivizmus. Ehhez képest egy másik iskola azt mondja, hogy nem, vannak itt olyan absztrakt, csodálatos értékek, hogy el tudjuk helyezni, mielőtt megörülünk az értékek szónak, az emberi jogok tartoznak ide, tehát az emberi jogizmus, ami egy óriási divat irányzat lett, amik még az írott jognál is fontosabbak, mert ez a legjelentősebb. Ez önmagában egy tételezett történet, tehát nem a valódi természetit keresik, mint mondjuk Fekete István, hanem ezek olyan neokantiánus tartalmak, amiből egyenes út vezetett az emberi jogizmushoz, a Helsinki Bizottsághoz és ezekhez a tartalmakhoz. Tehát egy teljesen hamis dilemmát állítanak egymással szembe. A neokantiánus logika az a Zollen, aminek kell lennie, ez a természetjog, és a Zájn, ami van, ez a jogpozitivizmus, ennek a horizontján jelentkezik. Na most azért egészséges a kétkedés, ha már innen kezdjük mondjuk el felbontani, felfejteni ezt a jelenlegi válsághelyzetet, hogy vajon biztos, hogy ilyen absztrakt-e az egész kérdés, és nem-e
lehetséges, hogy vajon létezik valódi természeti. Valódi természeti eredő, létezik mondjuk valódi természeti állapot. Nagyon sok gondolkodó filozófus jutott el ehhez az alapvető kérdéshez. Én ezek közül Carl Schmittet javasolnám megjegyezni, aki egy rendkívül kiemelkedő jogász, a gondolkodója volt a 20. századnak, aztán nyilván nem véletlenül mellőzötté vált. Ő tette fel ugyanis ezt az alapvető kérdést, hogy mi is a természeti a jogban és a társadalomban. Ma már érdekes módon elég sokat tudunk. Ugye a DNS felfedezése és számos olyan etológia és egyéb kutatás okán közelebb kerültünk a természet megértéséhez, ami egyrészt egy olyan érdekes tanúságot érlelt ki, hogy ember és állat között nem feltétlen akkora a távolság, mint amit hittünk. Tehát Fekete Istvánnak a példázatai elég jól állnak, erre mindjárt visszatérek. Tehát méltatlanul nézünk le természeti jelenségeket magunk körül. Másrészt viszont ember és ember között nagyobb a távolság, mint hittük. Ugye ez a humán genetika, ami odáig jutott jelenleg a szintén időnként kétes eredményeket produkáló orvostudomány jóvoltából, hogy már teljesen nem, hogy rassz specifikus, etnikum specifikus gyógyszereket fejlesztenek, ahol ilyen módon, tehát az elképesztő genetikai távolságokra reflektáló úgy gyűjtenek donort, úgy adnak vérplazmát, különbségeket értékeli az orvostudomány. Tehát egyre nagyobb különbségeket látunk, de ami ennél fontosabb nekünk, vagy legalábbis nekem izgalmasabb, hogy számos emberi, és ezért kizárólag tanultnak gondolt tulajdonság esetében igazolták már, vagy igazolják jelenleg is humán genetikusok az örökletes tényezőt, amikre azt gondoltuk, hogy tényleg azon múlik, hogy a környezet mit mond. Amit Lamarck a 17. században meghirdetett, hogy ha fogok két gyereket, teljesen más származású, azonos környezetbe helyezem őket, ugyanolyanok lesznek, nem lesznek. Nagyon sok tulajdonságnak örökletes komponense is van. Nyilván ez már a PC-ség határát feszegeti, hiszen a legtöbb politikai, meg ideológiai irányzat az nyilván az emberek kondicionátlan egyenlőségéből indul ki, ami pedig még 150 éve kizárólag a kommunisták szájából hangzott el ilyen módon megkérdőjelezhetetlen igazságként. Na most érkezik vissza az inga, de egyelőre csak a tudományban, a genetikában, és mondják azt, hogy ilyen tulajdonságoknak, mint a lelkiismeretesség, az óvatosság, ugye a közösségért vállalt áldozat, ez az altruizmus, hogy örökletes komponense és hányada van. Elképesztő. Ugye mi a természeti, nyilván egy alapvető kérdés? Azért az ember történelme, ha őszinték vagyunk, akkor a természet egy alrendszerének a történelmét képezi, hiszen ugye volt előttünk is élet, lehet utánunk is élet, ami csak azért tanúságos, mert akkor talán egészséges, és velem tartanak egy ilyen megelőlegezett megállapításhoz, hogy akkor talán, ha ez így van, és az emberi történelem is a természetben, mint létezőbe ágyazott, akkor talán egyes emberi intézményeknek is lehetnek természeti áthallásai per eredői, olyan társadalmi intézményeknek, amiket valóban ember alkottának gondolunk. A kép egy szerintem elgondolkodható pillanat, 1914-ben, annyira nem látszik messziről, Ferenc József és II. Vilmos képével azt feltartva ünneplik férfiak az első világháború kitörését. Most már tudjuk sajnos, hogy az első világháború az nem egy vidám esemény volt, bár nem az első világháború volt önmagában, hanem amik és akik utána jöttek, felforgatók és ugye elárulták a frontot, de hogy következményeiben semmiképpen nem egy vidám történet. Mi ez, ha nem az Y-nemi kromoszóma ünnepe, amiről Konrad Lorenz, a legnagyobb etológus azt mondja, hogy a férfiakba bele van kódolva okkal, hiszen ugye ez a védelemnek a funkciója, az agresszió, már az agressziót a jó értelemben értve, ő ezer oldalon keresztül bizonyítja, hogy az agresszió az, annak van egy pozitív konnotációja. Nyilván a férfias tulajdonságok, a hadsereg, a védelem, az önfeláldozás, ez ugye mind szükségessé teszi azt, hogy a rövidtávú saját biológiai érdekemmel ellentétesen is akár kockáztassal lépjek fel, tehát ezt értve az agresszión, hogy bizony az ilyen pillanatokban is ez köszön vissza, ez az ösztön kontrollálatlanul. Na most ugye eljutunk ebből az egészséges kérdésfeltevésből oda, hogy akkor ugye ez, ha ez így van, akkor
keressük meg a természetit. Ha az emberi történelem természeti, akkor a legjelentősebb vívmányai tekintetében is muszáj, hogy tetten érjük a természetit. Ami szerintem ebből adódik kérdésként, hogy létezik-e akkor természet szerinti állam, mint állapot, illetve megfordítva, bármilyen államban, ami ma létezik, van-e természeti? Tehát meg lehet-e találni a természeti komponenst? Nyilván lehet rezervációkkal élni, én jogász vagyok, ugye ilyenkor mindig belérjük a szerződésbe ezeket a szokásos felelősségkizáró klauzulákat, rengeteg különbség van állam és állam közt, vajon Szent Ágoston Civitasa, meg egy görög polis között milyen távolság van, egy afrikai hadúrnak az állama és a mi ezer éves államunk között milyen távolság van, ez mindig az, de semmit nem relativizál el a kérdés jogosságából, hogy jön létre egy állam, miért jön létre egy állam, és bármilyen államban van-e olyan szükségszerűség, amit azonosítani lehet. Konrád Lorenzt emlegettem, megmutatom, nem rejtegetem tovább. Ugye a nagy etológus, aki Fekete Istvánhoz mérhető könnyedséggel bánt a természeti jelenségek megértésével, átélésével és átadásával, ugye gyerekkönyveket is írt, Salamon király gyűrűje például elérhető magyarul is, és nagyon érdemes elolvasni, de nagyon komoly tudós volt. Na, Lorenz volt az, aki egész életét ugye az állatoknak szentelte, és olyan tulajdonságokat azonosított, amiket Fekete István is elképesztő természetességgel látott meg a maga állati karaktereiben. Lorenz is, mint tudós, hogy nagyon érdekes tanulságokra jutott. Arra jutott, hogy az állatvilágban is jelen van az altruizmus. Tehát a kanadai ludak, azok a saját érdekükkel ellentétesen, a saját életüket kockáztatva zavarják el a rókát együttesen. Nyilván egy róka minden egyes kanadai ludat egyesével le tud győzni, de a kanadai ludak együtt fellépnek és elüldözik a rókát. A méhek is ugyanígy működnek, nem tudom, hogy... Nekem volt egy ügyvédjelöltem, aki megunta, eddig nem egyedi a történet, a jogászkodás, és ő méhész lett, és ő mesélte, amikor találkoztunk, hogy elképesztő, hogy milyen altruista jószág a méh, pedig hát egy pici fejtor potrokból álló jelentéktelen jószágnak tűnik, de amikor jönnek a darazsak, és ugye rabolnák a méh kaptárt, akkor becsalogatják a darazsakat. Egyesével minden méhet megöl egy darázs, tehát sokkal erősebb, felépítésű, harciasabb, tehát végezni tud az egész kaptárral néhány darázs mondjuk egy óra alatt. Beengedik a kaptárba, nyilván ez egy szűk keresztmetszet a darazsakat, majd egyszeri jelre az összes méh ráugrik, mindenki elkezdi csipkedni a darazsakat, nyilván a darazsak ölik a méheket közben folyamatosan, de hogy sok lúd disznó győz, ráadásul a darazsak valamilyen 39 fok körül elkezdenek elpusztulni a hő hatására, a méhnek meg valami 41 fok ez a tűrés határ. Ugye abban nagy kavarodásban ott hő keletkezik, és megdöglenek végül a darazsak, és megmenekül a kaptár elképesztő áron, tehát ilyenkor méhek ezrei pusztulnak el, áldozzák föl magukat. Nyilván kis túlzással mondhatjuk, hogy a hazáért, a kaptárért, de hogy a túlzás ellenére az a prekurzor, ami ott van, tehát az az altruizmus, az önfeláldozás, ami nyilvánvaló módon a méhnek az egyéni érdeke nem ez, hogy ott meghaljon, hanem elszaladjon, mint láttuk a statisztikát, a németországi fiatal. Tehát azonnal felüljön az első vizergépre, és menjen valami egzotikus helyre. Nem így tesznek az állatok. Rengeteg ilyen példa van, szerintem mind érdekes, de ezeket Lorenz leírja, úgyhogy az ő művei szerintem elkalauzolnak mindannyiunkat. De nagyon izgalmas, csak kiemelem a farkasoktól, hogy nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a farkasoknak etikája van. Hogy a farkasok lovagi tornákat vívnak egymással, és hogyha a legyőzött, vagy hát az alulmaradó farkas, ez egy egyezményes jel a farkasok között, odafordítja a nyaki ütőerét a másiknak, az a megadás jele, tehát ugye végezhet vele a másik, akkor ha a másik farkas fel is robban a dühtől ott a győzelmi mámorban, akkor sem öli meg a másik farkast. Tehát elképesztő. Nyilván állatvilágról beszélünk, tehát túlozni sem kell, de hogy olyan prekurzorai jelennek meg emberi fontos tulajdonságoknak, amik elvezetnek pont a közösség iránti önfeláldozás, a haza, az állam, a nemzetnek a fogalmaihoz. Nagyon messze vagyunk, nyilván hiszen a természetben vagyunk, amiről beszélünk, de irányba áll a fejünk. Ugyanilyen példa már nyilván a fejlettebb állatoknál
fordul elő ez a legtöbb, ahol már tényleg hierarchia van, a csimpánzok a legidősebb és legokosabb egyedre hallgatnak, amikor átkelnek a szavannán, tehát nem szavaznak, tehát ez a bázisdemokrácia, ezt magasabb emlősök már meghaladták egyszer, tehát ide nem biztos, hogy érdemes vissza zuhanni. Tehát a természetben, de ennél sokkal fontosabb, hogy a közösség, a munkamegosztás, a hazához való ragaszkodás, az egyre, minél magasabb rendű állatokat nézünk, egyre szervezettebben köszön vissza. És ezek nagyon fontos tulajdonságok a természetben. Még egészen jelentéktelen állatoknál is ezt látjuk, mert a tüskés pikó, ami egy pici buta hal, az teljesen békés jószág, egészen addig, amíg egy másik ilyen hal meg nem közelíti az ivóhelyét, a hazát. Akkor azonnal támadásban endül, és a saját életével, vagy az esélyeivel nem törődve is azonnal védelembe lendül, és ennek van egy akciórádiusza. Ugye milyen izgalmas, mint hogyha megnézzük a középkori Magyarország térképét, mint a macsói bánság volt sokáig évszázadokon keresztül, az volt a Magyar Királyság cselekvési területének a határa. Ha ott történt valami, akkor elindultak páncélban a vitézek, hogy megvédjék, ha azon túl, akkor nem nagyon, tehát az már nem a miénk. Ha azon belül, akkor már nagyon nagy baj van, ha annál beljebb történik valami. Ugyanilyen érdekes van a tüskés pikóknál is. Megvan az ivóhelytől való távolságnak egy olyan sugara, egy olyan akciórádiusza, amin belül a tüskés pikó a hazájának tekinti. Ugye megint kicsit túlzok értelemszerűen azt a területet, ahonnan jön. Hát ezek szerintem nagyon szép prekurzorok, és onnan eljutunk oda, ez is Lorenztől származik, hogy Lorenz elkezdte kicsit kapirgálni, az akkor már divatos, és ezekből a társadalmi mérnökösködő körökből érkező ilyen szociológiai, jogelméleti, egyéb akkori tanokat, ez az 1900-as évek eleje, ilyen volt egy azóta szerencsére elfelejtett, de jött helyette 10 rosszabb, ugye Ehrenzweig, az is egy ilyen pszichoanalitikus jogtudományt fejlesztett ki, ilyen fából vaskarika okoskodás volt. Arra vonatkozóan, hogy ugye milyen magatartásformák jellemzők az embereknél. De hát ez ugyan volt, mint Freudnál, tehát ilyen mindenféle ilyen képzetek alapján. És azt mondta Lorenz, hogy amiket leír Ehrenzweig, tulajdonságokat, amiket építőkőként azonosít a jog születésénél, mindjárt visszatérek, hogy ez mit is jelent, azokba ő egy rakás, örökletes tulajdonságot azonosított, pont a saját állatvilágból vett példáiban. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert... És ide most már eljutott a tudomány, bár nem szereti kimondani, hogy gyakorlatilag biológiai, tehát természeti okokból vagyunk szabály és közösségalkotók. Tehát valójában a közösség iránti igény, ami jogilag is meg kell, hogy vonja a határait, az pontosan innen ered, az örökletes komponensből. Ennek egy próbája per ellenpróbája, hogy a világ minden táján, nyilván különböző szinten, de az emberek bárhol dob le egy tucat embert, és azok, nyilván ez sosem így történik, tehát ez egy fontos különbség, hogy valójában vérségi leszármazásokról beszélünk, nem ledobnak való embereket, de vegyél egy tucat embert, és ők elkezdenek minden korban, minden helyzetben szabályokat alkotni maguknak. Tehát a jog az nem egy absztrakt, nem tudom, valaki jön, ez ugye ilyen tipikus ilyen russzói gondolat, hogy egyszer így ültek, unatkoztak egy ilyen ős Woodstock idején ezek az ős hippik, és akkor valaki kitalálta, hogy hát akkor kezdjünk el jogszabályokat írni, és hát nem ment semmi az ős tévébe, nem volt Paula és Paulina, nem adtak semmi jó sorozatot, mondjuk az utolsó jó sorozatot Ceausescura adták le, szerintem ebben egyetérthetünk, és akkor kitalálták a jogot. Sosem így volt, a jog teljesen természeti igényünkként születik meg újra. És a tartalma sem egy absztrakt dolog. Tehát, hogyha félretoljuk ezeket a minden relatív, ilyen korszellemből következő üzeneteket, akkor mondjuk amit érzünk, hogyha egy gyereket bántalmaznak, mintha lenne némi aktualitása például ennek, akkor az egy teljesen ösztönös, az egészséges jogérzékünkre appelláló felháborító magatartás. Vagy ha látjuk, hogy mit tudom én, lopják valakinek a javait. Tehát nem is kell, hogy feltétlen ez egy ilyen ember elleni erőszakos cselekedet legyen, mondjuk ez a tulajdon elleni erőszakos cselekedet is. Ez minden időben megszólaltat egy csengőt, értelemszerűen, és ez a jog eredője. Tehát azok a teljesen ösztönös, józanészhez tartozó és a józan értékítélethez tartozó jelenségek, amik mentén az emberek elkezdték leszúrni azokat a russzó értelembe vett cölöpöket. De nem önkényesen, hanem teljesen a józan belátás mentén, hogy eddig és ne tovább. Ugye ez a
Ez a jognak a közös gondolkodása. Ebből könnyű eljutni, ebből az egészséges jogérzékből, ami tehát mindannyiunkban ösztönösen, természet szerint benne van, a természetes társadalmi rendnek a gondolatáig. Hogy ez mennyire nem egy modern dolog. Tehát erre azért, akinek esze volt, az már korábban is gondolt. Marcus Turius Cicero az egyik legnagyobb gondolkodója az antikvitásnak. Ő maga azt írta le, hogy az államok a végső soron az emberek úgynevezett természetes, tehát a szóra figyeljünk, társas ösztönébe rejlik. Tehát a régieknek sem esett nehezükre, hogy belássák, hogy ez egy természetes, ösztönszerű törekvés, a hasonlók, illetve a közös leszármazásúak, mindjárt haladunk ebbe az irányba is tekintetében. Ugye innen már egy lépéssel tovább jutunk, hogy vajon akkor létezik-e tényleg egy őseredeti állapot, állam, struktúra. Én három komponens látok, amit biztos, hogy érdemes végig gondolni. Sokszor nem a jogászi okoskodás találja igazán fején a szöget, hanem a gyakorlat emberei. Napóleon Bonaparte, gyerekkorom egyik nagyon kedves olvasmánya volt André Castellottól a Napóleon, mindenkinek ajánlom elolvasni. Talán az utolsó ilyen igazi romantikus szemléletű történelmi életrajz, ami letehetetlen, tehát letehetetlen. És hát ott olvastam ezt is, ahol nagyon sok mindent is, hogy Napóleon szerint a hőskorban a legerősebb ember lehetett a vezér, a civilizált korban meg a hősök legértelmesebbje. Tehát a hierarchia az megint csak egy olyan kiinduló pont, ami természetes. Tehát valószínűleg nincs igaza azoknak, és jelenleg a régészet sem segít nekik nagyon, akik valami ős hippi kommunát, ős kommunizmust, valami ős tulajdonközösséget keresnének, minden ember egyetemes közösségét valahol a történelem születésénél, a kezdő horizontnál. Sosem ez volt, hanem hierarchikus struktúrák. Amikor az emberi történelem megérkezik, vagy az emberi létezés a belátott történelem horizontjára, ott már mindenhol népeket, struktúrált népeket, öntudatos törzseket látunk. Nagyon kedves példám Vespasianus, római császár volt, ugye? Ő érdekes módon szintén nem a szenátus általi jóváhagyásától számolta maga császári hatalmát, 69 elejéről, időszámításunk szerint 69, hanem amikor először kikiáltották császáruknak a légiók. Tehát megint ugye az erő, tehát mégiscsak az erő monopólium lesz az egyik első forrása a természeti rendezőelveknek. Ugye Nietzsche még kerekebben fogalmaz, ő azt mondja, hogy a hatalom adja az első jogot. De ugye ezt érjük tettem mi is. Hát azért Árpádék, akik a krónikák tanúsága szerint visszatértek ugye ide Attila örökségéhez, azért ők nem egy minek szokták nevezni ezt a vonulást, ez a békemenet, tehát nem egy békemenettel vették vissza a Kárpát-medencét, hanem karddal. Tehát nyilvánvaló módon azért az erő, a hierarchia az, ami ugye ki tudja egyáltalán a jognak, az államnak, és mindjárt haladunk tovább, ugye a nemzetnek a kereteit alakítani, per ezeket meg tudja védeni. Nagyon szeretem Pompeiust is, aki ugye Cézár mellett elszokott a történelemben kicsit így kallódni, és mellékszereplőnek tűnik egy korban, de hát még talán nagyobb formátum volt, mint Cézár. Vele fordult az elő, amikor a Marius Párti Messinát tisztították meg, legyőzték, és a messinaiak elkezdtek hivatkozni a régi történelmi jogaikra, amit adtak nekik korábban. És egyszer csak Pompeius megelégelte, a kardjára csapott, és csak ennyit mondott, hogy abba hagynátok a törvényhelyek idézgetését, amikor nekünk kard van az oldalunkon? Tehát nyilvánvaló módon, és ezek egészséges felismerések, ugye az államiság azért az erőszak monopóliumának a kérdése köré szerveződik. Tehát nyilván ott és addig állam egy állam, ahol és ameddig azt meg tudják védeni. Ameddig annak a szabályait ki tudják kényszeríteni. Ameddig az ellenséget vissza tudják verni. Tehát, hogy ez ne legyünk maradéktalanul megadók a divatos pacifizmussal szemben és az ilyen nagyon békeszlogenekkel szemben. Ugye a természet az egy örök harci állapotot rögzít. Ezt még lemerték írni, teszem hozzá 100 éve. Horváth Barna, az egyik nagy állam filozófus és történész volt a 20-as, 30-as években. Ő még kerekperec kimondta, hogy az állam mindig hatalmi célokra jön létre. És hát ne legyen efelől kétségünk, amikor ma látszólag szerződéses és diszpozitív viszonyok határozzák meg
a kapcsolatainkat, azért ezek mögött mindig ott van az erőszak monopólium. Mindig van egy NAV, ami, ha nem küldjük az adóbevallást, akkor utána megy, mindig van azért egy rendőrség, aki, hát ez már mondjuk teljesen így nem igaz, de kellene, hogy legyen egy rendőrség, aki mondjuk utána megy, hogyha öregeznek a honpolgár néptársaink, bizonyos csoportok. Tehát, hogy nyilvánvaló módon az erőszak monopólium nem veszhet el a jog mögül, mert jog az nem csak egy közmegegyezéses valami. Ez azért fontos csak, mert ezzel eljutunk addig a gondolatig, Carl Schmitt, a másik, aki tudja ajánlottam, ő azt mondta, hogy úgy tudjuk lemérni egy államnak az állami mi voltát, ha mint egy vegyületet reakcióban mérjük meg. Tehát, hogy mikor van reakció, az állam mondjuk támadás alatt áll. Hogyha az a kérdés, rendkívüli jogrend kell. Ugye mi van, a háború van, rendkívüli jogrendet vezetnek be. Ki az, aki a rendkívüli jogrendben dönt? Na ott az állam. Ha nincs ilyen állapot, ha nincs, aki döntsön, ha nincs, aki kényszerítsen, emlékezzünk a német problémára a sáriával, ahol visszavonul az állam, az az állam már nem állam, az a jog már nem jog. Tehát, hogy ezek azok a mai napig elfelejtésre nem érdemes körülmények, ami azt gondolom, hogy a természeti tulajdonságok keresésénél az első legfontosabb tulajdonság. Ugye az, hogy itt Kárpát-medencében államunk lehet, az egy rátermett vezérnek, ugye Árpádnak köszönhető, ahogy rátermett bölények csapnak össze, és amikor kevésbé rátermett uralkodónk van, ugye én Andrást választottam, de sajnos volt pár ilyen, ugye 1046-tól 60-ig uralkodott, vagy előtte Orszoló Péter, aki az Európai Uniónak az első híve volt, mondhatjuk, aki behívta a német császárt és bevezette a német jogot Magyarországon, akkor már érezzük ezt, hogy azért itt az uralom, az erőszakmonopólium, a rátermettség tulajdonságai, ami talán az első komponens, tehát ezek erőszakosabb magatartásformák nélkül, az állam nem állam. A jog, nem születik meg, tehát kell egy olyan kútfő, aki ezt képes kikényszeríteni. De miért és kik között? Mi végre? Tehát nyilván, ahogy az erőszak nem öncélú, és egyébként a természetben sem, nyilván a sokkal fejlettebb, komplexebb emberi társadalmakban végképp nem. Az és nem kell, hogy az legyen, már csak az egészséges jogérzékünk is tiltakozik az ilyen szélsőséges helyzetek miatt. Ezzel jön a második komponense, és szerintem a legfontosabb komponense, annak, hogy ezek a látszólag absztrakt intézmények, mint az állam, mint a jog, mint a szuverenitás kérdése, az mindig a népből, megmerem kockáztatni, a nemzetből fakad. És a célja is a nemzet, a határa a nemzet. Annyira ezt gondolom ezt, hogy érdemes figyelni azokra a régészeti antropológiai kutatásokra, amik most szállítják az eredményeket. Ezek pedig azt mutatják, hogy az eddig látszólag érdemtelen távolinak tűnő jégkorszakban is letelepedett, szervezett társadalmi életnyomait találja sorra a régészet. Ilyen a gravetti kultúra, ami elképesztően régi horizont, ugye szénizotópos meghatározással lehet belőni az emlékeket, időszámításunk előtt 31 ezer és 25 ezer között. Dorothy Garrod régésznek azért emelem ki a nevét, mert ő már elképesztően komoly eredményeket hozott a felszínre, ahol tehát ez a felső paleolitikum korszaka letelepedett, szervezett társadalmi élet nyomait találják. Tehát népként jelennek meg ezek az ős etnoszok, nyilván még sehol nincs írott forrás, sehol nincs a történelem belátott horizontja, sokkal korábban ezek a jelenségek. Nem véletlenszerű hippi kommunákról beszélünk, nem véletlenszerű individumokról, hanem a családok, nagycsaládok, genszé, ugye ez a nemzetség, nemzetségi törzsé, néppé, nemzetté válva jelennek meg, logikusan a történelem előtti időkben. Ez annyira így van, hogy a pavlovi horizont, ami időszámításunk szerint 20 ezer tekintetében, szintén az látszik, hogy szervezetten, kerítéssel körbevéve, rendezett körülmények között, tehát államiságot, uralmat mutató módon, népként, tehát közös leszármazás elve szerint tagolt módon, és identitás nyomokat hátrahagyva, kis kulturális szobrokat hátrahagyva éltek ezek az ősnépek, akinek nyilván nem tudjuk már a nevét, és ezeket a jégkorszak eltakarította. De hogy haladunk a jégkorszakba befele is, sorra olyan, Dolnyi Vesztovice az egyik csehországi legutóbbi ilyen feltárás,
elképesztő időbeli távolságból nem véletlenszerű emberi egyedeknek a nyomait találják meg, hanem letelepedett, tehát népként, szervezetten, tehát uralmi viszonyok között élő és identitással rendelkező, kisebb vallási szobrokat, nyomokat hátrahagyó, vagy akár Szungírban, ahol már vörös okker festékkel temetik a halottakat, tehát valamilyen szertartásrenddel, valamilyen túlvilágképpen rendelkező, szervezett, letelepedett népek hagynak nyomokat. Begyorsítva kicsit, mert az időnk az rövid, a legszebb és legújabb példa az Göbekli Tepe Törökországban, ahol óriási feltárások zajlanak, hatalmas kőköröket tárnak fel, mondjuk nagyjából 5000 évvel korábbról, mint Stonehenge, ami csak azért nagyon érdekes, mert szintén szervezett, tehát az ős államiság struktúráit mutató, elképesztő munkaerőfeszítéssel járó építkezések voltak ezek minden bizonnyal vallásos célból, vagy identitásképző célból, tehát az a mitosz per az idealizmus körébe tartozó kérdés. Nép, tehát egy etnosz, amiről beszélünk, és szervezetten, hiszen ezeket az elképesztő munkákat nem lehetett csak úgy véletlenszerűen egy kettelésből csinálni, tehát uralmi viszonyok eredményeképpen. Uralom, etnosz, mitosz, tehát már előttünk áll három komponense az államiságnak a természetből érkező módon. Azért érdekes Göbekli Tepe, mert a mezőgazdasági forradalom előtti. Tehát amiket találtak ott állatmaradványokat, még nem háziasították az állatokat, amiket találtak növénymaradványokat, még nem nemesítették a növényeket, csak gyűjtötték. Tehát ez azokból az időkből való. És akkor az etnosz, ami nyilván egy idegen szó a népre, a vérségi népre, a nemzetre, szemlátomást az, ami aztán megjelenik itt is. És megjelenik a történelem belátott horizontjánál is, ugye mit értek ezen, szemben Benedict Andersonnal, meg Hararival, amikor a belátott történelem horizontjára már a biztosba megérkezünk, mert ez, amiről beszéltem, a bizonytalan, ezek csak régészeti emlékek. De ahol már a biztosat látjuk, ott szervezetten köszönnek vissza ezek a tulajdonságok, uralom, etnosz, mítosz. Mindenhol, tehát nem véletlenszerű individumokat látunk, nem kommunista ősközösséget, ahova bárki bárhodva csak úgy önként csatlakozhatott, hanem magukat a közös leszármazás tudata mentén szervező közösségeket. Ha megkeressük Rómában például az Ager Publicusnak, a közföldeknek a jogi előzményeit, azok pontosan ezek. Eredetileg vérségi, nemzetségi alapon volt mindenki jogosult a közföldekre. Ugyanez volt a szlávoknál, a németeknél, ugye a Márk és a Verv intézménye, de ennél ugye nagyon fontos, hogy magyar példáink is vannak. László Gyula meg Taglányi az kimutatta, hogy eredetileg a határt úgy osztották fel a magyarok is, és ez sokáig meghatározta nagyjából az Árpád-kor végéig a település szerkezetet, hogy nemzetségi alapon. Nem individuum volt, nem mindenki volt, nem kommunizmus volt, hanem vérségi, nemzetségi rend volt. És László Gyula jut el oda, hogy még a temetőben is rend van. Tehát, hogyha megnézzük a honfoglaláskori temetőt, még ugye a nagy családok tekintetében az egymáshoz való viszony is a sírok távolságában, az eltemetett nyilak számában kifejezi ezt a viszonyt. Tehát egy elképesztő, rendezett, az uralom, az etnosz, mitosz hármasa mentén szerveződő közösségeket látunk rögtön, népeket, túlzás nélkül népeket. Ugye miről árulkodnak Jerikó falai? Ugye az első igazán ősi régészeti feltárások ugye Jerikó területére tartoztak, arról, hogy bármilyen nép is lakta Jerikót és alkotta a magas falait, azok a falak olyanok voltak, mint az immunrendszer. És ugyanolyanok, mint egy mai állam határa. Mert ha léteztek társadalmi osztályok, Marx és társai, hanem az biztos, hogy mindenki, aki a falakon belül volt, az egységesen a lőréseken keresztül tekintett idegenként azokra, akik a falakon kívül voltak. Tehát nem egyetemes proletariátus volt, meg nem tudom én, egy ilyen értelmiség, álértelmiségi közösség, hanem népek voltak, akkor is a társadalmiak tagoltak voltak, és a népek különültek el egymástól. Tényleg begyorsítva, nem időzve az ókori példáknál, sokkal fontosabb az, hogy amikor pedig már írott emlékeink vannak, népeket látunk egymáson harcolni. Mezopotámiában az írott történelem, ugye, hogy indul meg, ugye mindannyiunk számára ismert, a máig be nem azonosított etnikumú sumerek, vagy vitatott etnikumú sumerek, és a semita akkádok
háborújaként mutatja be az írott történelem kezdetét Mezopotámiában minden írott forrás. Egészen annyira, hogy ugye Sarrukín az akkádok uralkodója, első uralkodója, amikor legyőzi a megosztott sumereket, ugye a sumerek egymással harcolnak, Urukagina és Nugazagiszi, az utolsó sumer uralkodót láncba veri, akkor ő új fővárost alapít, aminek még a nevével is kifejezi, hogy ez a saját népének alapított új város, Akkád a saját népéről nevezi el az új fővárost. Tehát nem valami elképesztő összekeveredés van, nem véletlenszerű individuumok sodródnak a történelem belátott horizontjától, hanem népek, öntudatos törzsek és népek, akik így is tekintenek magukra. Ugyanezt látjuk a dóroknál, a perzsáknál, a rómaiaknál is. Ugye a rómaiaknál még Cézár korában is gondosan számon tartották a származásukat a patricius családok, és a patricius plebeius ellenállásban sem, ha őszinték vagyunk, akkor nem osztályharcot látunk, hanem eltérő származású néprétegeknek a későbbi történelmi konfliktusának a továbbélését. Ez annyira így van, hogy ha Plutarkoszt olvasunk, akkor olvashatjuk, hogy Sulla kékszemű volt, Cézárt világos karakterűként írja le szintén Plutarkosz, tehát egy más, a patricius családok még különben is elkülönülnek azoktól a plebejus etruszk déli tonikus telunikus népektől. Ez csak azért elképesztően tanulságos, mert hogy mindenhol népi, nemzeti komponenseket látunk meg, és ezek láthatatlanul mennek át jogintézménybe. A komíciák, ami Rómában a legfontosabb jogintézmény volt, a népgyűlés, tehát sokáig a népgyűlés döntött mindenről, az első korszakában az nemzetségi alapon szerveződött. Annyira, hogy az első római törvénykönyv, a 12 táblás törvények még rögzíti, hogyha valakinek magva szakad, akkor a nemzetségére, a genszére száll vissza a földtulajdona. Tehát ott még látszottak ezek az eredők, aztán nyilván ez idővel természetesen oldódott. Ezek a bevert etruszk bronzsisakok, amiket valószínűleg a rómaiak a hordozóiknak a fejével együtt vertek be, sem arról tanúskodnak, hogy ne a belátott történelmi horizontnál is én fotóztam, ugye a népek élethalálharcot vívtak egymással. Tehát nem individuumok, nem véletlenszerű hippi kommunák voltak, hanem öntudatos népek, amik elérték akkor is már az áldozatvállalás maximumát, ami nyilvánvaló módon az ember élet kérdése. Átugorva az egyéb dimenziókat, hát a nemzetnek a jelentőségét és a természeti súlyát rakva a helyre, ugye kicsit a magunk történelmével is foglalkozunk. Nekem jogászként elképesztően fáj, amikor azzal találkozok, persze ezektől az elképesztő nemzetközivé vált világfiaktól, ahol egyszerűen lekicsinylik a magyar jogot, és nagyjából a harmadik magyar köztársaságtól, vagy ami még rosszabb, mondjuk Károlyi Mihálytól indítják a modernkori államiság és társadalom keretrendszerét. De még hozzáteszem, hogy még ha Szent Istvánig megyünk csak vissza, akkor is elképesztően felületesek vagyunk, mert hogy a magyar nemzet és a magyar államiság az teljes páncélzatában, harci díszében előttünk áll már a 10. században. Mire gondolok? Nagyon fontos szimbólumok és intézmények sorakoznak a magyar történelmi horizontnak a 9. századában. Maga a vérszerződés az egy elképesztően hatalmas aktus, egy alapszerződés volt a törzsek közt, ami ugye a krónikák szerint céllal is rendelkezett a Kárpát-medence visszafoglalására. Elképesztő jelentősége van, mint jogintézmény, hiszen a közös néppé, közös nemzetté válásnak egy elképesztő korai szimbóluma. Tehát nem a 19. századról beszélünk, nem 1848-49-ről beszélünk, addig hajlandók visszamenni ezek a nemzetköziek, amikor a nemzet születéséről beszélnek, és már mondjuk Rákóczit se tudják megmagyarázni, vagy pláne Bocskait, vagy Bocskainak a gyönyörű szavait a végrendeletében, ahol arról ír, hogy ugye vissza kell, hogy szálljon egy nemzeti királyhoz a korona, mert hogy édes hazámnak ezzel tudjuk a jövőjét biztonságban. Tehát már ezeket se tudják megmagyarázni a történészek, de meg se próbálják például a vérszerződést, ami egy elképesztő, a nemzetté válás vagy a nemzeti létezésnek egy óriási szimbóluma. Ugyanilyen szimbóluma szeri gyűlés, ugye Opuszta szeren, mert hogy ez az első alkotmányozó országgyűlésünk, ami ténylegesen volt és ténylegesen jogot alkotott. Tehát
nemzetként, nem véletlenszerű, nem ilyen európai parlamentről beszélünk, ahova besétál mindenféle félnótás és zöldek Németországból, meg nem tudom, küldenek transznemű néger képviselőt, hanem ez a népnek, a nemzetnek a saját szabályegyüttesét alkotó intézmény volt. Ugye a csodaszarvas monda, mint szimbólum is olyan, hogy ne menjünk el mellette, mert hogy nagyon sok népnek olyan eredet mondája van, ami valójában egy uralkodó család eredet mondája csak. Semmit nem mond el a népről. Nekünk olyan eredet mondánk van, ami a nép eredet mondája, nem az Árpádok eredet mondája volt a csodaszarvas, ami vezette Hunort és Magort, hanem a, ugye szimbolikusan a népet vezette irányba az új hazába. Vagy az a szimbólum, ami ugye Anonymousnál van, az egy nyalábfű alpár homokjából és egy korsó víz a Dunából, ami az ország megváltásának volt a szimbóluma, ugye Svatopluk-kal szemben. Ez megint egy elképesztő erejű szimbólum. Ez a Kárpát-medence birtokba vételének a szimbóluma, de nem az uralkodó család számára, hanem egy nép, egy etnosz által. Tehát sehol nem állítja még a középkor, a dinasztikus középkor mélyén sem, egyetlen krónikánk se, hogy ez nem a magyar etnosz, a kétségbe nem vont módon nemzetként megjelenő magyar nép általi birtokba vétel lenne, hanem ez egy uralkodó családnak, ez egy oligarchának, ez egy akkori, nem tudom, gázszerelőnek lenne a nagyon szerencsés térfoglalása. Fel sem merült. És hogy ez nem tévedés, ez nem egy ilyen ugye mindig megkülönböztetjük a villámot, ami egy pillanatnyi fellángolás, és a napot, ami meg úgy állandóan ragyog, ez hogy nem egy villám, hanem egy nap, amiről beszélünk, azt nagyon jól mutatja, hogy a középkorban sem volt ez lényegében másképp. Mert a középkor mélyén még a legnagyobb ökumenikus összekeveredésben sem veszíti jelentőségét sehol a nép és a nemzet szó. Annyira, hogy a náció, ami a latinban is a leszármazást jelentő szó, szerint rendeződnek nációk szerint még a középkori univerzitásoknak, a középkori egyetemeknek a hallgatói is. Tehát meg lehet nézni a legkorábbi párizsi, prágai dokumentumokat. Nem egy nagy összekeveredés van a közös társadalmi mérnökösködés jegyében, hanem szigorúan népek, nemzetek szerint elkülönülnek a különböző európai országok hallgatói. De még a nagy nemzetközi lovagrendek, mint amilyen a Szent János lovagrend is, a népek, nemzetek fiai szerint szerveződik. Az angol száz királyok, amikor a vikingek ellen harcoltak, azért nekik is volt ott kemény évszázaduk meg is érdemelték, akkor kimondottan a modern értelembe vett nacionalizmus jegyében mozgósítottak. Tehát amikor Nagy Alfréd a vikingek ellen a legvégsőkig mozgósította az angol szászokat, akkor nem nyilván válhatott volna a vikingeknek valami vazallos uralkodójává, mondhatta volna, hogy ő csatlakozik a viking Európai Unióhoz, meg tehát hogy nyilván nem lett volna ezzel gond, meg befizet 50 milliárd az ukránok támogatására, de nem ezt tette Nagy Alfréd, hanem az angol szászok identitásáért a végsőkig harcolt. És nem csak Nagy Alfréd, hogyha fordítunk egyet, akkor aztán az angol szászokkal szemben a skótok szabadságharca sem valami rendi jogokért folytatott szabadságharc volt, hanem egy nép karakteres szabadságharca, amit az ő rendkívüli hőseik, ugye William Wallace, ismerjük ezeket a történeteket, még jogi értelemben is, mint nemzeti etnikai függetlenségi nyilatkozat artikulálták az eredményét a skót polgárháborúknak, a középkor, az úgynevezett sötét középkor mélyén. Az Arbróti nyilatkozat, az kimondottan egy etnikai, nemzeti függetlenségi nyilatkozat. Ez volt a célja a skót függetlenségi háborúknak, nem valami társadalmi rend, valamelyik társadalmi osztálynak a ugye kevés butább elmélet van, mint a marxizmus. Ez nem a korgó gyomornak a szabadságharca volt, és a termelőeszközök birtoklásáért folyt, ami ugye a Konstantinovnak a Történelmi Materializmus című elképesztő munkájában elképesztő, hogy egy emberi agy meg tudott alkotni. Szerint ez a történelemnek a motorja. Tehát az, hogy a termelőeszközöket kibirtokolja, ezért harcoltak. Hát a szegény skótokat, akik 100 000 szám haltak meg, megkérdeznénk ennek a 60 év szabadságharcának az eredményeképpen, hogy ezért harcoltak-e, megválaszolnák, de meg is válaszolták, hogy nem, ők a nemzeti etnikai függetlenségért harcoltak. Mégis eljutottunk oda, hogy azt állítják ezek a méregkeverők, hogy hát az első nemzetek, hiszen a nemzet az egy társadalmi konstrukció, ennek a tulajdonképpen a francia forradalom környékén gyökerező kitalálása, eredményeképpen a 17. századi angol és a holland, ezek az első nemzetek.
És a mai napig vannak, akik ezt leírják. Lia Greenfeld az, akit én hoztam ide, akik szó szerint leírja, hogy Anglia az első nemzet a világon, mert 1600-ra létrejött. Hát miről beszélünk? Legalább egy picit visszalapozott volna Nagy Alfredhoz. És ez az elképesztő hazudozás, ez korrumpálta a végletekig azt, hogy a nép, a nemzet, a náció, a nation, a nacionalizmus kifejezéseket ezeket ma megbélyegzik, meg kitalációnak tartják. Tehát így érkeztünk el oda, hogy no borders, no nation szalagokkal vonuljanak föl féleszűek, gyakorlatilag a saját népük, otthonuk, a saját hazájuk és civilizációjuk ellen. Hogy mennyire így van ez, és Magyarországon is ugyanígy a középkorba se veszett el az értelme a nemzetnek. Arra én nagyon ajánlom Dümmer Dezső, nagyon jó szerző, magyar szerző. Ő nagyon jól feldolgozza Bonfininek és Turócinak a forrásait, bemutatva Mátyás korát például, hogy Mátyás azért lett nemzeti királyunk, nem azért, mert utólag a nemzeti romantika kiszínezte, és annak szeretjük látni, hanem mert akkor is már így várták az emberek. Tehát Hunyadi fiát, amikor megérkezik Bécsből, a parasztok álltak sorfalat Bécstől Budáig, és éjjenezték, éljen Mátyás királyunk, ugye ő Magyarország reménysége, a haza szabadítója, Magyarország üdve. Ez volt, amit skandáltak a parasztok, nem az arisztokraták, nem a magasabb rendek. Tehát a köznép. Itt egy olyan nemzeti etnikai tudat volt, ami Mátyás királyban már testet öltött, és nem Mátyás királyt utólag kiszínezte 300 évvel. Tehát érezzük a különbséget, és ez egy elképesztő súlyú különbség, hiszen időben viszont egy irányba haladunk, haladunk a természettől, a történelemben, a jelenfele. Annyira ezt azért hoztam, mert tényleg ezeket szerintem érdemes helyre rakni, főleg ha bárhol vitába keveredünk, hogy ez a nemzet, ez tényleg egy kitaláció-e, hiszen egyre többen szegezik velünk ezt szembe. Ha nemzet kitaláció lenne, akkor második Ulászló nem arra vállalt volna 1490-ben kötelezettséget, hogy idegeneknek nem jutat egyházi javakat, hanem csak is magyaroknak és olyanoknak, akik régtől fogva a korona alatt valói. Valószínűleg nem mondta volna a tripartitum, ugye Verbőci műve, 1517-ben adták ki, azt, hogy a különböző nációkhoz tartozó jobbágyok, tehát a magyarok, szlávok, vlachok, azok önálló nációkat alkotnak, hanem akkor valószínűleg rendekről beszélt volna. Valószínűleg az 1523. ugye Mohács előtt vagyunk 3 évvel, törvények nem különböztették volna meg az etnikai értelembe vett magyarokat azoktól, akik közjogilag ugyanúgy a Szent Korona alattvalói voltak, a hivatalok és a méltóságok betöltésénél, és ezért egyenlő elbírálás alá estek rendiség szerint, de nem a magyar etnoszhoz tartoztak. Kimondottan hangsúlyozza a törvénykönyv. Egy 1525-ös törvény meg konkrétan ugye kimondatják, ez már a Mohácsi csata előestéje, hogy hivatalt az országban csak a magyar nemzethez tartozó nemesek, tehát a magyar etnikumhoz tartozó nemesek viselhetnek. Ezt mondjuk lehet, hogy most se lenne butaság feltétlen elővenni. Eljutottunk oda, hogy Kásmit mond egy nagyon jó definíciót, én azért hoztam ezt, hogy az állam, tehát ez a látszólag absztrakt intézmény, ami látjuk, hogy természeti eredő, uralom etnosz mitosz, szükségszerűen születik, az a területi zártságban szervezett nép, tehát nem bárkik, a nép politikai státusza, különös minőségi állapota, és ez a státusz, amiről ő beszél, ez a szuverenitás. Tehát megérkezünk a szuverenitáshoz. Ugye még egy fogalmat helyre téve, nemzetről beszéltünk, uralmi hierarchikus viszonyokról beszéltünk, nyilván ezt az identitás fűzi egybe. Azok a származási teremtő mitoszok fűzik egybe, ami miatt mi tudjuk is, tehát nem csak biológiai tény, hanem tudjuk is, hogy a magyar nemzethez tartozunk. És hogy ezeket nem szabad alábecsülni, ugye ez egy teljesen ilyen, megint ilyen modernkori zagyvaság, hogy biztos a régi időkben is csak az erőszak monopólium tartotta a fáraót hatalmon, ha megnézzük, ezt Servisnél olvastam, sehol nem találunk az új birodalomnál előbb, Egyiptomban például bármilyen munkáslázadást vagy parasztlázadást. Senkinek eszébe nem jutott megkérdőjelezni a fáraónak a nyilván az identitásból következő, az eredeti mitoszból következő hatalmát. Hallottunk olyanról, most már belátott horizont, a magyar 10. században, hogy Árpád vagy Árpád utódai közül valahol kitört volna valami
öröklési harc, polgárháború, lenne már róla források. Nyilván nem volt. Senkinek eszébe nem jutott a magyar fejedelemnek a legitimitását megkérdőjelezni, ami a Turul mondán alapult, ami a germánoknál az Ázok mondáján alapult. Nyilván Egyiptomban azon alapult, hogy ő Rének a Rának a leszármazottja. Tehát az identitás minőségének a kérdése az, hogy az állam és a jogrendszer össze van fűzve, hogy működik. Tehát ez sem becsülendő alá, mert ez meg már az identitásunk, az, amit védenünk kell, ami a leginkább támadás alatt áll. Tehát azt gondolom, hogy el lehet jutni ahhoz, hogy kimondjuk, hogy igenis létezik primordiális állam. Erre egyébként, tehát ez az őseredeti állam, természet szerinti állam, és ehhez szerintem nagyon közel állt a 10. századi magyar állam. Tehát pont az a magyar állam, amit államként rendezkedett be. Erre is legyünk nagyon büszkék, ugye ki saját szája íze szerint az őstörténet tekintetében ugye különböző mélységig szeret lelátni, de ami tekintetében már jogilag sem lehet vita az, hogy itt legkésőbb 896-tól per 907-től Pozsonyi csata, itt egy szervezet, a mítoszok által összefűzött és meg nem kérdőjelezett uralmi rendben élő, egységes nép nemzet, tehát uralom etnosz, és közös identitás szerint szerveződő, ez a mítosz, nemzet létezett és rendezett be államot a Kárpát-medencében. Tehát valójában az állam az nem 1000-ben születik, 1000-ben, 1001-ben a keresztény feudális államot szervezi meg István, de jogi értelemben minden ismérvét 907-től a magyar állam, ez a magyar nagyfejedelemség magán viseli. Ez egy erős, szervezett, központi, etnikai állam volt, amiről László Gyula rögzíti, teljesen érdekes, hogy ide is hozom a térképet, hogy ugye ez, ismerjük a vörös térkép, telekiek csinálták a 1910-11-es népszámlálásnak az eredménye alapján, és ugye ezt vitték ki Trianonba is. Na most mit látunk a vörös térképen? Nyilván az 1000 év tépázta Magyarország tekintetében, ugye körbe ott vannak a betelepült, beengedett nemzetségek, akik elbitorolták ezt a földet, de hogy a termékeny síkságokat összefüggő tömbbe ugye a magyar etnikum lakta. Mit üzen ez? Azt üzeni, amire László Gyula meg a honfoglaláskori sírok és a 10. századi sírok kapcsán jut, az az, hogy a magyar akkor is a termékeny síkságot lakta, mindig a domináns nép lakja a síkságokat, illetve mi sztyeppei kultúrájú nép vagyunk. A hatalmas eurázsia sztyeppe nyugati határ az a Kárpát-medence, és a perifériák azok, amik akkor lakatlanok voltak. Tehát a magyar etnikumnak a határa az nagyjából a 10. században is, tehát a 900-as években, az megállt a bükkerdők határánál. Tehát ahol a bükkerdők, zárt bükkerdők kezdődtek, addig népesítette a magyar etnikum. És borzasztó, ugye, és nyilván ebben tatár, török és Habsburg benne van, hogy felszaporodhattak a nemzetiségek, de nem véletlen, hogy hol szaporodtak fel. Mert hogy a magyar etnikum az tudatosan a területiség, ameddig ez kiterjedt, ugye a szélek azok gyepük voltak, az uralom etnosz mitosz hármas logikájában, ugye egy zárt, a termékeny síkságokra kiterjedő foglalást hajtott végre. Ugye van még egy nagyon fontos dimenziónk, és a kérdésekre is szeretnék időt hagyni, az pedig a szuverenitás. Tehát amiről beszéltem eddig, az a nemzet és az az állam. Hogy a nemzet az egy természet szerinti, mindig és mindenhol megképződő vérségi közösség. Ez annyira így van, hogy nagy birodalmak és civilizációk bukásakor, például Róma, újra megképződtek a népek és nemzetek, és nem véletlenszerű individumok, hanem népek és nemzetek, ugye akkor germán és szláv népek nyomultak be a hatalmi vákumba, mindig és mindenhol. Tehát biztosak lehetünk abba is, hogy a mi helyünkön, ha önként átadjuk, Európa átadja a helyét vitálisabb népeknek, lemondva, akkor nem valami egyetemes emberiség fog megképződni, hanem újabb népek, olyan arab törzsek, vagy bármi más, akik a történelmet a természet szerinti mederben terelgetik tovább. De annyi tanulságot szerintem ebből érdemes hazavinni, hogy az állam, tehát a nemzet az egy valóság, az állam pedig nem valami ilyen absztrakció, kitalált közösség, és nem valami idejét múlt kacat, hanem valami élő entitás. Ez a mi örökségünk, és amivel nem véletlen módon jelenleg is az államiságra törő jelenségek kelnek konkurenciára. Mire gondolok ebben a tekintetben? Azokra az ellentmozgásokra, amiket
Nyugat-Európába, de egyébként egyes kelet-magyarországi falvakba is már látunk. Azok a származás szerint elkülönülő nyugat-európai no-go zónák, amik állítólag nincsenek a független objektív sajtó szerint, de azért nem baj, hogyha Párizsba sötétedés után iszkolunk. Ezek a no-go zónák maguk is, azt szerint az ősi logika szerint vonják meg a barát-ellenség határt, hogy ki a közülünk való és ki az idegen. Ez itt él velünk, ez nem a társadalmi konstrukciók világa, hanem a húsvér valóság. Ugyanilyen a virtuális identitás kérdése, ugye? Nekem erre jó példám Kalisztán. Kalisztán egy India-Pakisztán környékén volt a szikeknek egy államra törekvése. Sosem sikerült elérni a szikeknek ezt az államot, de létrejött egy ilyen virtuális identitás. Mindenhol, ahol látjuk ezeket a turbános fickókat, például Nagy-Britanniában taxisofőrként, ők ugye a szikek, pont ők a szikek. És az ő identitásuk ugyan nem területi, tehát nem sikerült területet, saját államot szervezniük, de azért jó felismerhetően egy összefűzött etnikai közösségről beszélünk. Itt van velünk, tehát egy olyan új dimenziója nyílt ki a klasszikus államisággal konkuráló jelenségeknek, amilyen a virtuális identitás, ami lényegében maga is az államiság irányába törekszik, tehát az erőszak monopólium felé. Az idő és a tér kérdése, ugye mutattam azt a két táblázatot, ki halna meg a hazájáért. Azt se szabad elfelejteni, amikor erről beszélünk, hogy akkor az állam az tényleg egy ideig múlt kacate, és hogy most már ezt ki kell dobni, mert az amúgy is csak egy társadalmi konstrukció. Ha meg csak társadalmi konstrukció, akkor bármikor újra leülhetünk, és akkor kitalálhatunk helyette bármi mást. Hát ezek a méregkeverők, amit mondanak, ezek a méregkeverők csak nekünk mondják ezt. Tehát a világ többi részén egyáltalán nem látszik kifordítani ez a roppant haladó, progresszív és az államok a nemzetek eltörlése irányába törtető és tülekedő divatirányzat, mondjuk az arab országok, akik pont a nacionalizmusok irányába mozognak, mondjuk a távol-keleti országok, ahol láttuk, hogy ott mindenki meghalna hazájáért, identitását. Tehát érdekes módon az a látlelet, hogy ezek csak ócskatársadalmi kacatok, a nemzet, az állam, ez valamiért csak ránk. Ezt a forgatókönyvet, ezt a menüt, ezt csak itt szolgálják fel. Tehát valahogy a világ többi részén nem. És még egy dolog, ugye milyen irányból áll még az állam támadás alatt, ugye eljutottunk itt a szuverenitásnak a legfontosabb kérdéséig, hogy az Európai Unió úgy alkot jogot, a nagy online platform szolgáltatókkal, most már ugye egyre több mindenki tölti a Facebookon az idejét, meg a YouTube-on, úgy szolgáltatnak tartalmakat, hogy itt már szabályoznak. Tehát az, amikor nem én döntöm el, hogy milyen tartalmakat fogyasztok a Facebookon, hanem a Facebook dönti el nekem, akkor ott már valahol megjelenik az a képesség, hogy itt bizony engem az identitásomban terelgetnek bizonyos irányba. De amikor az Európai Unió is ugye úgy alkot jogot, hogy a tagállamok akarata ellenére ugye nagyon sok területen morzsolja le azokat a hatásköröket, amikre eredetileg, hogy hát legutóbb a lisszaboni szerződéssel nem ruházták fel őket a tagállamok. Erre az energetika, látták, önmegtartóztató voltam, nem beszéltem energetikáról, pedig szeretnék mindig, de erre az energetika egyébként kiváló példa, mert hogy Lisszabonban nem adták oda az Európai Uniónak a tagállamok az energetikai hatásköröket, megosztott hatáskörbe tartozó kérdések voltak, és innen az EU folyamatosan vonzált Brüsszelhez olyan hatásköröket, ami nemzeti volt. Hát sok ilyen kérdés van, viszont az alapkérdés az mindig az marad, hogy a Facebook, az EU, Davos el tud-e jutni arra a pontra, hogy elvitassa a szuverenitást, elvitassa a jognak azt a forrás területét, amiről ő eredetileg a saját származását kapta. Tehát például azért butaság, amit Harari ír, és igazából az első 10 oldal után ki lehet dobni a könyvét, mert az ő például a jogi személy, az mondjuk ugyanolyan, mint a nemzet, vagy ugyanolyan, mint az állam. Ugye a jogi személy az a kényszert és a kikényszeríthetőséget a szerződéseihez, a létezéséhez az államtól kapja, ahol ott van az erőszak monopólium. Most én láttam már erőművi vezérigazgatót, mint egy kisgyerek úgy sírni, amikor az Európai Unió megszüntette a hosszú távú villamosenergia vásárlási szerződését az erőműnek, amire épült a megtérülése. Azonosulhat valaki nagyon egy gazdasági társasággal, de egy gazdasági társaság soha nem lesz állam, kivéve, ha hagyjuk. Tehát nyilvánvaló módon addig a pontig, amíg el nem fogadjuk, hogy ő az erőszak monopólium, a kényszer és a kikényszeríthetőség letéteményese. De ez már mind a szuverenitásra
tartozó kérdés. És akkor, hogy helyre tegyük ezt, szeretnék nyilván mindenképpen a kérdésekre is időt hagyni, meg nem visszajönni az időre, ezt az utolsó témát. Tehát amiről szó volt a nemzet, az állam, az a tartalom. De mint mindennek a természetben van egy határa. És a szuverenitás az tulajdonképpen erre kérdez rá. Most itt is van egy nagy maszatolás. Hát ezek után nyilván nem lepődünk meg, ahol a nemzetet, az államot, a családot, vagy a biológiai nemeket, ezeket a tényeket, természeti tényeket relativizálják, hát a szuverenitást nem relativizálnak, hát persze, hogy ezt csinálják. Ugye egy csomó helyen kinevetik a szuverenitást, hogy hát ez egy teljesen kamu és fölösleges téma. Mások meg rátelepednek, és mondjuk ugye jelszóként, divatjelszóként használják, és maguk is kiröhögik, és egymás között nyilván gúnyt üznek belőle, de a szuverenitás húsvér valóság. Azt szokták mondani az okoskodók, mert az mindig van, hogy Jean Bodin találta ki, 1576-ban írták le először ezt a kifejezést, és 1648, az a 30 éves háborút lezáró béke volt, a Veszfáliai béke az, ami rögzítette a szuverenitást, az államok szuverenitását, gyakorlatilag Németország feldarabolásának az időszakához nyúlik vissza. Na most ez azért nem lehet válasz, mert oké, de mi van a Veszfáliával nem érintett Európán kívül, mi van a Veszfáliai béke előtt? Azok az államok nem voltak szuverének. Tehát ez olyan, mint amíg a gravitációt nem írta le először Newton, akkor előtte felfelestek a tárgyak. Tehát, hogy olyan szinten vagyunk elképesztő módon hülyének nézve, és ezek a most divatos ideológiáknak az alapvető állításai, tehát ne gondoljuk, hogy ez ilyen elefántcsontoronyba néhány ilyen élemedett korú, elmeszesedett agyú filozófus köpőcsövezi csak egymást ezekkel a gondolatokkal. Tehát ezek épülnek be azokba az uralkodó ideológiákba, amik most letarolják ugye Európát és az ösztönösen jó gondolkodást. A szuverenitás nyilvánvaló módon egy tény. Mindig is volt, hiszen az az állam, ami nem rendelkezett szuverenitással, soha nem volt állam, mert hogy az állami függetlenség, tehát az, hogy kívülről mentes minden befolyástól, és főhatalom, tehát az, hogy belül övé a monopólium, az államrend kialakításának a monopóliuma, ez egy tény. Ez minden államot minden korban Jean Bodin előtt is megilletett, ahogy Newton előtt is lefelestek a tárgyak. A főhatalom nyilvánvaló módon legfőbb hatalom, ugye nincs befolyás, egyetemes hatalom, tehát nincsenek kivett területek, teljes hatalom, tehát nincsenek kivett jogviszonyok, ugye mentes kapcsolatok, és kizárólagos hatalom, mert nem lehet párhuzamos uralmi rendszer. Ha párhuzamos uralmi rendszer, ez nyilván egy figyelmeztetés például az Európai Unió tekintetében megerősödik, akkor az válik állammá. Tehát nyilvánvaló módon állam csak egy van. Ez a szuverenitásnak a belső oldala, és hogy ez mennyire valóság, ez mennyire nem egy ilyen elhessegetendő dolog, arra én azt gondolom, hogy megérkeztünk a jelenhez is. A nagyon jó rávilágítanak a mostani események. Ugye Cipész a kaptafánál első példaként adja magát az energia szuverenitás kérdése. Az a szuverenitás, amivel egyesek szerint nem kell foglalkozni, mert ilyen nincs is meg kitaláció. Mások szerint megvédjük a szuverenitást, de hát mondjuk annyira védjük meg, hogy megszavazzuk azon az 50 milliárdot Ukrajnának. Ott azért az ember a döntések mögött pontosan okkal kérdez arra rá, hogy azok a jelenségek, amiket mondjuk csak az elmúlt 2,5 évben, 3 évben látunk, azok az ország energetikával kapcsolatos döntései tekintetében valóban csorbítatlanul fennállnak-e még, amikre azt mondjuk, hogy na ez az energiaszuverenitás. Mit értek ezen? Hogy Magyarország dönti el, és csak Magyarország dönti el, hogy kitől vesz gázt, ezért nem kap büntetést. Magyarország dönti el, hogy milyen típusú urász típusú nyersolajat használ a finomítóiban, és ezért nincsen behozatali korlátozás vagy következmény. Magyarország dönti el, hogy kikkel, milyen technológiákkal termel villanyt, tehát valósítja meg az energiamixét, és ebben nem térítik el. Ezek vajon érvényesülnek, ezek az elvek? Hát azt hiszem, kimondhatjuk, hogy minden hangzatos jelszó ellenére ezek az állam energia szuverenitásához tartozó alapvető ismérvek, ezek elképesztő támadás alatt állnak. Tehát akkor, amikor azt mondják, hogy ugye ez volt a földgáz tekintetében, és ez jelenleg is így van, ugye ez a vészhelyzeti rendelet, hogy persze szerezgessetek csak be bárkit földgáz, de ha az Európai Unió azt mondja, hogy vészhelyzeti állapot van, akkor
akkor kötelezően csökkenteni kell mindenkinek 15%-kal a földgázfogyasztását. Na most, ha ez parancsra teljesítendő, akkor vajon érvényesül-e az, hogy itt Magyarország maga határozza meg a gazdasági berendezkedését, ő dönt arról, hogy korlátozza az iparát, ergo ő dönt arról, hogy kitől vesz vagy nem vesz gázt. Nyilván nem. Tehát olyan jogintézmények épültek fel, amik nagyon erősen támadják, mert korlátozzák az energiaszuverenitást. Egy mellőzött mostoha gyerek területe a szuverenitásnak, direkt ilyen szakmai területeket hozok példának, hogy megértsük, hogy ez nem egy ilyen általános lőzünk csak, hogy szuverenitás is meg kell védeni. A digitális szuverenitás kérdése. Mit jelent ez? Ugye az, hogy az online térben mi mit fogyasztunk, és abban eltérít-e bennünket bárki, ez egyéni értelemben ugye a mi digitális mozgásterünk. Hogy egy adott országban ez érvényesül-e összességében, tehát egy adott országon belül, mert most már nem csak légtér van, nem csak víz van és szárazföld van, ami az adott országnak az akciórádiusza, mint a tüskés pikónak az akváriumból nem csak víz van, itt van digitális tér is. A tüskés pikónak arra nem kell szerencsére gondolnia. Nekünk már kell. Tehát itt van digitális tér. Vajon a digitális térben az államnak érvényesül az a szuverenitása, hogy például, ha egy online platformszolgáltató, Facebook, Twitter az én tartalmamat politikai bármi megfontolásból leveszi, és ehhez képest meg olyan dolgokat önt rám, amiket én mondjuk nem szeretnék látni, vagy olyan dolgot önt a gyerekeinkre, amiket nem szeretnénk, hogy lásson a gyerekünk, akkor mi mit tudunk tenni? Nyilván mi egyének vagyunk, jön az erőszak monopólium, az állam. Mit tud tenni az állam? Normális esetben mindent, hiszen bíróság elé citálja, megbünteti, szabályokat ír elő, követésre kényszeríti a platformokat elméletben. És gyakorlatban megvolt a lehetősége Magyarországnak, hogy ezt a területet szabályozza, mert az Európai Unió elkezdte szabályozni, ez a DSA, a Digital Services Act nevű jogszabály, amit elfogadtak, megalkottak, és most lép február 17-én, vagy lesz alkalmazandó, mert kicsit eltérnek a magyar meg az EU-s jogi fogalmak, hatályban van, de még nem alkalmazandó, lesz alkalmazandó. Ezután Magyarországnak nem marad mozgástere, hogy például, csak hogy értsük, hogy mit jelent a digitális szuverenitás, előírja azt, hogy ha magyar fogyasztóval szembe, vagy magyar mondjuk egyházzal szembe, kisvállalattal szembe, civil szervezettel szemben jogsértés követel egy online platform, akkor magyar bírósághoz, magyar nyelven forduljunk, magyar jogorvoslatért, magyar polgárjogi tényállással. Nem lesz erre lehetőség. Nem lesz arra lehetőség, hogy mondjuk előírjon a magyar állam, eddig megtette volna ügyfélszolgálati kötelezettséget, mert hogy van az, hogy az utolsó kéményseprő vállalatnak kell, hogy legyen fizikai ügyfélszolgálata, nagyon helyesen teszem hozzá, addig egy óriási globális platformnak nincs, tehát egy chatbot fog velem beszélgetni, hogy miért vette le az algoritmus a tartalmat. Nonsens, de nyilván ez elmulasztódott most. Nyilván elmulasztódott az is, hogy olyan kiszélesített fogyasztói jogokkal érjen Magyarország, vagy olyan horizontális eszközökkel, mondjuk olyan polgárjogi PTK-s tényállásokkal éljünk, ahol például a szülői felügyeleti jog kiterjesztésével a szülőnek legyen joga mondjuk keresetet indítani magyar bíróság előtt, amit semmi nem zárt ki, arra vonatkozóan, hogy a gyereke az miért drag queeneket kap a Facebookon, meg a TikTokon olyan tartalmakat, ahol ugye elképesztő visszaélések tucatjai kerülnek folyamatosan a napvilágra. Na ez a digitális szuverenitás, és ez is el tud veszni. Tehát a digitális szuverenitási szuverenitás, az energiaszuverenitási szuverenitás, és ezek ugyanúgy el tudnak olvadni, mint az áprilisi hó, ugyanúgy el lehet ezeket veszíteni, mint mondjuk a területi integritást. Tehát semmivel nem szerencsésebb a helyzet. És hát nyilván elérkezünk a legfontosabb kérdéshez, az államoknak a valódi, a teljes, a jogi szuverenitásához. Nyilván azért kell tagadnia a haladóknak az államot, hogy az állam az egy természetes képződmény lenne. Azért kell tagadni a nemzetet, hogy a nemzet az egy természet szerinti közösség és szervező egység lenne, mert hogy tagadniuk kell a szuverenitást. Tagadniuk kell, hiszen hogyha új identitást akarnak adni, új hatalmi központot akarnak építeni, új társadalmi mérnökösködő utópiákat akarnak a világból vagy a világra hozni, akkor útba van. Útba vannak ezek a maradi, hát sajnos nem 100 éves, nem 1000 éves,
hanem gyakorlatilag a belátott emberi történelem kezdetéig visszamenő természetes intézmények és képződmények. Ezeket el kell takarítani, úgyhogy ezért áll a szuverenitás támadás alatt, aminek a legnagyobb, legszélesebb horizontja ugye az immunrendszer, vagyis az, amiről beszéltünk, a függetlenség és a főhatalom, az tényleg útjában van a társadalmi mérnökösködésnek, ezért kezdik ki nyíltan, ezért vált jelszóvá, amivel kezdtem, a No Borders, No Nation, és ez már politikai agendákon is szereplő jelszó, mert hogy a természetes egységeknek, amilyen a nemzet és az állam, az immunrendszerét bontják. Hát ez történik most, tehát mi ebben a korban élünk, ahol a mi immunrendszerünket bontják, a mi természet szerinti egységeinknek, a nemzetünknek, az államunknak, amik tehát őseredeti tartalmak, ezeknek a határait bontják, ezeknek a, mint a sejtfalat számolják fel, hogy ugye egy ilyen rákszerű állapottal egy teljesen új minőség jöjjön létre ezeknek a helyén. Tehát ezt jelenti a szuverenitás, ez jelenti a határát annak a természeti tartalomnak, tehát amiről remélem legalább így gondolatébresztő módon egy kis muníciót tudtam adni, vagy legalább érveket, hogyha bárhol a villamoson ilyen vitába keverednénk, hogy ezek nem társadalmi abstrakciók, nem modern kitalációk, nem ezért ennek megfelelően valami átlapozható, jelentéktelen kacatok, amik átadhatják a helyüket valami modernkori társadalmi mérnökösködés újszerű és éppen ezért csillogó eredményének, hanem az a természeti tartalmunk, amivel ezt a civilizációt felépítettük, ezt a történelmi horizontot magunk mögött tudjuk, és amiért felelősek is vagyunk. Zárásul igazából egyetlen gondolat, hogy ezek tehát őseredeti tartalmak, legyünk egészen biztosak abban, hogy amikor a nemzet mellett állunk ki, az állam mellett állunk ki, és ezeknek az immanens tulajdonsága a szuverenitás mellett, a valódi szuverenitás mellett állunk ki, akkor a legtermészetibb és a legőseredetibb tartalmakat védjük, amivel semmi nem egyenértékű, amit ezek a méregkevelők és kútmérgezők szembe akarnak állítani bármit is. Semmi nem egyenértékű ezzel, mert ezek a valódi értékek, mi védjük a valódi értékeket. Az egyik kedvenc filozófusom, Heidegger, mondta azt már egészen az élete végén, aki maga is az őseredetit kereste, nyilván nem jogászként, nem társadalmi értelme, hanem mint filozófus, és ő mondta azt a nagyon tömény gondolatot ki, hogy ami a kezdetben van, az mindig jövő marad. Herkunft, aber bleibt stets Zukunft. És ez a gondolat, ez azért a mi tanúságunk és a mi örökségünkre világít rá, mert hogy a nemzetünk, az államunk és a szuverenitásunk az természeti, természetből származik, az örök keletkezés területére tartozó tulajdonság, és mi ezeket az örök keletkezés területére tartozó tulajdonságokat védjük, úgyhogy abszolút ne gondoljuk magunkat ósdinak, avitnak, hiszen ugye, ahogy Goethe írja Hebelnek, az élet, a természet a növekedésben van, a fejlődő növényben van, a virágban van, ugye ez az élet, és mi erre a területre, a növekedésre, a származás területére tartozó értékek mellett kötelezzük el magunkat. A nemzet, az állam és a szuverenitás ilyen. Ezek a kezdet területére tartozó értékek, tehát ezek sose mennek ki a divatból, ezek az őseredeti értékek mindig a jövőhöz tartozó és a jövő potencialitását hordozó értékek, akkor is, ha egyesek erről megfeledkeznek, ha az árral szemben úszó heringekként a természet törvényeit tagadják, mert azzal nem a természet szűnik meg, hanem ők. Hát ez a legfontosabb tanulság, hogy mi a természet szerinti értékeket valljuk magunkénak, ami nyilván a kultúra, a civilizáció, a vallás értékei által ezer szállal átjött, és ugye ezeken keresztül öröklődnek és adódnak át, viszont a bennünk lejlő természetihez tartozó és a legtermészetibb tulajdonságokhoz tartozó intézményekről van szó. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem egy kis gondolatébresztőt sikerült ezzel adnom. Milyen tisztelt tanár úr, az előadásodat hallgatva ezt a fejlődési folyamatot és azt a jelen helyzetet,
amiben navigálja magát Európa, a világ, és főleg bennünket, magyarokat igyekeznek bekényszeríteni valamilyen zsákutcába. Ezek az általad előadott gondolatok bennem az egyik költőnknek egyetlen egy mondatát ébresztették fel bennem, egy kérdését. Vajon nemzet-e még a nemzet, és magyar-e még a magyar? Megismétlem. Vajon nemzet-e még a nemzet, és magyar-e még a magyar? Láttuk, hogy a mi fejlődésünk mennyire összhangban van a természet törvényeivel, amelyek idővel emberi társadalmi törvényekkel változnak. És főleg nálunk, magyaroknál ez milyen szépen, példásan, pregnásan kimutatható. Sajnos ezt nem csak mi tudjuk így, hanem az ellenségeink is ugyanígy tudják. És ezért próbálják meg az elképesztő lehetetlenség, ez egy eleve egy abszolút anakronizmus ez a mondat, ahogy én kiejtettem most, de hogyan próbálják meg mindezt elsikkasztani, eltüntetni, amely ne legyenek kételjeink, előbb-utóbb a nemzet teljes felszámolásához fog vezetni, illetve vezetne, ha ez sikerülne valóra váltani. Ahogy megfigyelem az egyes előadóinknak a szavait és a gondolatmenetét, és próbálok úgy mélyebben a gondolataik mögé valahogyan abban az ősi tudatalatti rétegbe belepillantani, hát azt veszem észre, hogy ilyen profétáink, mondhatnám így, csak nekünk, magyaroknak vannak. Tehát mi újból egy ősi küldetést teljesítünk ebben a degenerált Európában. Európa megújításának a feladata itt van nálunk, magyaroknál. És ezt a Istentől nyert ősi ösztönünkben gyökerező feladatot kell végrehajtanunk ebben a, hát talán a szakadék szélén álló Európában. Sok jel utal arra, hogy nagyon sok nehézséget kell leküzdenünk. De vannak vigasztaló jelek, amelyek arra utalnak, hogy mi minden nehézséggel képesek vagyunk szembeszegülni és felülkerekedni rajtuk. Mondhatnám, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Gondoljunk csak bele, egy isteni küldetés előtt állunk, mint ahogy álltunk 1000 évvel ezelőtt is. Tehát micsoda választott nép vagyunk mi. Tehát elmondhatjuk magunkról, hogy az Isten kovásza vagyunk ebben a halál tusáját vívó Európában. Na most de gondoljunk azt is, hogy akik ezt végre akarják hajtatni Európával, és velünk is magyarokkal, kik azok vajon? És milyen érdekük fűződik ahhoz, hogy ez a szándékuk valóra váljék? És mi a szándékuk, a további szándékuk Európával, esetleg a teljesen leigázott világgal? Hát, ha teológus lennék, lelkész lennék, akkor azt mondanám, hogy a sátán hatalmának az előkészítése folyik Európában és a világ viszonylatban. Emberek, erre fókuszáljunk, erre figyeljünk oda, hogy itt sokszor transzcendentális erők működnek ellenünk. Ezzel szembeszállni, hogy mondjam, nem könnyű, mert ellenségeink sokszor a szellemileg visszamaradottak sorába degradálnak bennünket. Mi vagyunk a maradiak, nem tudjuk felfogni az ő magasztos eszméiket, elméleteiket. Pedig hát nekünk a küldetésünk az, hogy magunkért, de egyúttal az egész világért. Mindig ez volt a küldetésünk. És talán Adi egyik verséből egy mondat. Ezért tölt el bennünket büszkeséggel, ahogy Adi fogalmazásában az így hangzik. Mi nagyszerű dolog végzetes néphez tartozónak érezni magunkat. Köszönöm az előadást, és köszönöm a figyelmet.
Hát dr. Tóth Máté energiajogásznak egy új arcát ismerhették meg sokan, bár nem kevésbé energikus módon tartott előadást, és hát ilyenkor azon gondolkoztam közben, hogy az alkotmányozástól kezdve hány és hány területen számíthatnánk az ő munkásságára, de itt a Szabad Egyetemen minden esetre nagyon örülök, hogy ezekre a témákra rávilágított, és maradt még idő azért néhány kérdésre, úgyhogy át is adom akkor a mikrofont. Üdvözlöm. Köszönjük ezt a brilliáns előadást, és meg szeretném kérdezni, hogy lesz-e olyan előadása, amin, mert roppant tapintatos, tehát végletekig tapintatos volt az előadás. Én hiányoltam belőle valamit. Van egy idézet, amit nem tudom, hogy honnét származik, de ön biztosan tudja, hogy minden nemzet felségjoga saját pénz gyártására, és hogy a saját pénzével működtesse a saját hasznára a saját gazdaságát. Hogy azért mondom, hogy roppant tapintatos volt, mert ezt az egy pontot ott hiányoltam, hogy a pénzrendszerről nem tett egy, és hogy mikor lesz a következő adás, és hogy abba szándékozik-e ezt beleiktatni, ez a kérdés. Köszönjük, mert azt gondolom nem csak én, hanem mindenki szívesen látná. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon egyetértek. Egyrészt ezt egy hát a közönség soraiból származó meghívásnak veszem a következő előadás lehetőségére. Abszolút, annyira egyetértek ezzel, hogy valójában az idő rövidsége miatt hagytam ott félbe, de hogyha felmennek a Magyar Jelenre, ott van fönn egy interjú velem, amit pontosan ezzel kezdem viszont, ezt ajánlom mindenkinek, a Horváth Tamás készítette pár napja velem, ahol pontosan arról beszélek a szuverenitás válsága kapcsán, hogy a készpénz milyen módon fenyegetett, az egészségügyi szuverenitás milyen szinten fenyegetett. Tehát itt van még egy csomó dimenzió, amit nem véletlenül nem bontottam ki. Ugye mindig az előadónak az az örök dilemmája, hogy nehogy olyan legyen az előadása, mint a túlpakolt bőrönd, amiből így potyognak ki az oknik a végén utazás előtt, aztán általában az maradt ki belőle, amire viszont szükségünk lett volna mondjuk egy fürdőruhára. Tehát, hogy ezt el kell kerülni. Úgyhogy nem szándékos elhallgatása volt a kérdésnek, teljesen egyetértek vele. Az egyik következő dimenziója, ami a szuverenitást jelenleg is fenyegeti, azok közül az egyértelmű módon a készpénz eltörlése. Az, hogy egyáltalán ez felmerülhetett, már igazából itt két lépcső van, ha megengedi, csak nem akarom a második előadást megtartani itt most, de hogy teljesen jogos a felvetés. Az első lépés az az volt, hogy maga a pénz egyébként, az egész előadásból úgy vettem ki ezt a szállat, hogy a legelejétől is akartam a pénzről beszélni, tehát onnantól kezdve, hogy mik az absztrakt és mik a természet szerinti értékek, mert hogy Haradi is onnan indít, hogy szerint a készpénz, a jogi személy és a nemzet az ugyanolyan képzelt közösség. És a valójában, ami igaz a jogi személyre, meg igaz a pénzre, mert hogy a pénz mögött van egy ilyen, hát ugye ezt prészumpciónak hívjuk, egy vélelem a jogban, hogy azt elfogadjuk, hogy annyit is ér az a igen, egy konszenzus. Én gyerekkorom óta gyűjtöm a régi pénzeket, és hát a késő császárkorban azért már azok billonok, azok az ezüst dénárok, mert hogy szándékosan csökkentették az értékét, de amíg a szuverenitás létezett, addig elfogadták az emberek olyan értékűnek a billont. Vagy a középkorban ugye a pénzrontása, a kamara haszna, az ugye folyamatosan a pénzrontásból adódott. De amíg ugye szuverenitás van, addig egy államnak szuverén pénze van. Na most azért mondom, hogy itt két törés van. Az első törés az azzal érkezett meg, amikor ezt elkezdték magán kézbe adni. Megjelent a pénz magántőke. Ugye Boros Imre szokta nagyon okosan mindig beleszőni valami hátsó kapun. Római jogban volt ilyen jog, hogy a hátsó küszöb joga, a jus post limini, amit azért találtak ki, mert simán voltak olyan elhúzódó háborúk Rómában, hogy már régen férjhez ment a feleség, már új gyerekek voltak, és hazaért a légionárius 5 év után. Na akkor mit csinálunk a vagyonnal? Ezt kezelte a jus post limini. Boros Imrénél a jus post limini, hogy becsempészi a hátsó küszöbből mindig ezt a témát, hogy a brit, ugye a londoni bank alapítása volt az a pillanat, amikor megjelent a magánpénz, és elkezdett Nagy-Britanniában egy magánbank nyomtatni pénzt. Tehát ami már nem a szuverenitásból, nem a társadalmi konszenzusból fakad. És mi történt az Egyesült Államokkal? Érdekes módon csatlakozott ez a divat irányzathoz, és a dollár az valójában egy magánpénz, csak az Egyesült Államok, Wilson egyébként egy nagyon faramuci törvénnyel, egy ilyen
ilyen minden, ugye van általános iskolában, biztos emlékszünk rá, ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, hogy hát minden devizával lehet fizetni, de az amerikai dollárt azt úgy vesszük, mintha amerikai nemzeti deviza lenne, de nem az, tehát magánpénz, tehát ugyanolyan külsőként kezelhető tényező lenne, és ezt rá sikerült a világra erőltetni, ugye kétszer kiáradt Amerika rendet tenni, az első világháború után akkor még visszahúzódott, a szárazföldről, a tengerről nem, tehát 1922-től amerikai a tenger, ez volt a Washington egyezmény, majd a második világháború végén megint kiáradt Amerika, és már nem húzódott vissza, ugye Németországban jelenleg is 35 ezer amerikai katona állomásozik, Rammstein az nem csak egy bizarr zenekar, hanem egy amerikai katonai bázis, tehát már Amerika itt van, és Amerika álmaimban visszainteged, már nem csak ott sajnos, és a dollár, mint magánpénz, ennek megfelelően is itt maradt. Annyira, hogy sikerült ugye 78-ban a petrodollárral az olajat is dollár alapra tenni, ami tehát, ne felejtsük el a kulcsmondatot, magánpénzé vált. És most érkeztünk meg a második szakaszhoz, itt a nyugati világból azt mondják, hogy megszoktátok már úgy is, hogy magánpénz van, hogy már a pénznyomtatást a jegybankoktól szépen, tehát igazából csak homokozó, ami maradt a nemzeti monetáris politikának, tehát ezt érezzük, amikor például inflációs nyomás van, hogy mit tud csinálni egy magyar jegybank. Nem sokat. Nyomtathat pénzt, akkor még rosszabb lesz az infláció. Tehát, hogy azért a nagy kép, tehát ott dőlnek el fönt ebben a magánpénzzel a valódi döntések, ott döntetnek el, viszont megérkeztünk a második korszakhoz, és ez, ami miatt teljesen egyetértek a súlyával is a felvetésnek, hogy most már ugye azt mondják, hogy de minek nektek egyáltalán a kezetekbe ez a magánpénz, szükségtelen, annyira szükségtelen, hogy teljesen elég, hogyha virtuális pénzetek van, virtuális elszámolási egység. Miért veszélyes ez? Ezt elmondtuk, Schifferrel vitatkoztam egy műsorba, azt hiszem az M5-ön, ahol elmondtam ezt a példát, Schifferrel ketten kardoskodtunk két teljesen jóhiszeművel, aki egyáltalán nem tartotta ezt gondnak, hogy nem lesz készpénz. És én azt a példát hoztam, de lehet, hogy önök is hallották a hírekből, hogy pár hete történt, hogy már van ilyen, hogy okos ház. Ez olyan, hogy összekapcsolódnak a szoftverek, a telefonnal, nem tudom, a mindennel, és akkor szabályozza, lehúzza neked a redőnyt, ébresztőt kapcsol, nem tudom, figyel a páratartó, mindent csinál, pizzát rendel. És egy ilyen okosházas, progresszív pizzát rendeltetett magának az Amazonon, és aki kihozta egy fekete pizza futár, az amikor megköszönte neki a pizzát, akkor valami rasszista kifejezést hallott. Ami utólag bebizonyosodott, hogy nem volt, tehát félrehallott valamit, de hát ugye ők mindenhol ugye a botoduga küllőközés elesik, ismerjük ezt a mémet, akkor gonosz fehérek. Tehát, hogy valami ilyen ösztön bekapcsolt, és panaszt tett az Amazonnak. Az Amazon pedig válaszként, és ezt akarom mondani a digitális pénz veszélyeire, kizárta a házából a ház tulajdonosát, az okos szoftver. Kizárta a házából, a saját házából. És ez fizikailag megtörténhet, tehát ilyen a digitális tér, hogy mondjuk ha a kedves közönség mondjuk rossz pártra szavazik a választásokon, és ezért fekete pontot kap a digitális térbe, a digitális pénzzel teljesen megfoghatóvá válunk. Teljesen. Tehát azzal az állam és az egyén egyszerre veszíti el az akciórádiuszát, a szuverenitását, ha elérkezünk oda, hogy egyszerre azt mondhatja egy magasabb hatalom, egy szoftver, nem kell, hogy egy bank legyen, hogy neked bizony nincs több kredited, te bizony rossz fát tettél a tűzre, volt ugye gazdálkodj okosan, kétszer kimaradsz a dobásból. Ez történik. És ez, ha fizikai pénz van, nem lehetséges. De nem lehetséges. Ha nincs fizikai pénz, akkor a szuverenitásnak ez a dimenziója is megszűnik, és ez nyilván már az utolsó lépések egyike. Úgyhogy én ezt a Magyar Jelenes interjút ajánlom a témában, de nem igazából nem a tapintat, hanem az idő és a tematika okán hagytam ki, de nagyon fontosnak tartom, úgyhogy köszönöm a felvetést. Köszönjük szépen, és hát ugye az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága épp a napokban hozott egy döntést, amire hónapok óta vártunk már, mint magára a döntésre, na persze nem ilyen döntésre, miszerint a készpénz alkotmányos védelmét nem tartják szükségesnek.
és leszavazták az erre irányuló alaptörvény módosítást, ami elég rossz előjel. Még akkor is, hogy már elismerték, hogy szeretnék visszaszorítani a készpénz használatát, de azt mondták, hogy ez még nem a megszüntetését jelenti. Hát még nem valóban. Szóval nem kell félni, nem fog fájni, nem megszüntetni szeretnék, csak visszaszorítani a készpénz, de hát ismerjük az ilyen lépésről lépésre politikákat. Viszont politikában nem szeretnénk jobban most elmerülni, van viszont még lehetőség kérdése, parancsoljon. Nekem egyetlen megjegyzésem van, hogy az osztrákok úgy tudom kezdeményezik az alkotmányban rögzíteni a készpénz megmaradását. Igaz? Úgy. Igen, most több országban napirenden van. Igen, igen, egyébként itt a régióban. Tehát ez valóság, és Svájc, tényleg Svájc is, abszolút. Ez ugye pontosan azt mutatja, hogy jogilag ennek semmi akadálya. Tehát amikor azt halljuk, hogy ez felesleges kötözködés, meg ennek nincs helye az alkotmányban, ez megint a méregkeverés. Tehát ez jogilag kivitelezhető, és sok országban jutott el odáig a társadalmi nyomás. Kérdés, hogy ugye ezt keresztül tudják-e vinni. Semmi akadálya jogilag, hogy valóban a alkotmányos alapjog legyen a készpénzhez való jog, ami ugye bebetonozza azt, hogy ne történhessen. Önkéntes alapon nyilván, ugye ez régi, na ez a valódi természetjog, aki hülye halljon meg, van ilyen. Tehát aki nem akar készpénzt, akkor persze fizessen digitális pénzzel, de hogy aki meg nem akarja önként hajtani a fejét az igába, erre most mindenhol dolgozik a legisláció, ahol van egészséges népi öntudat még és reakció, hogy ezt keresztül védjék. Úgyhogy valóban van, sehol nincs tudtommal még elfogadott jogszabályra, de kezdeményezés mindenhol van. Igen, Csehország, Szlovákia, Svájc, Ausztria, meg láttam egy, igen, de még valami közelebbit láttam, ahol szintén van folyamatban, vagy van tervezet ilyen alkotmányos módosításra. Úgyhogy ez a ugye a lengyel himnusz kezdődik így, ez a Jeszcze Polszka nyezgi lenne, az a nincs még veszve Lengyelország. Nyilván a szuverenitás sincs addig veszve, amíg nem hagyjuk. Tehát amíg megtaláljuk annak az eszközeit, visszaépítjük annak az alkotmányos garanciáit, hogy ne vegyék el. De ez ugyanúgy igaz az egészségügyi szuverenitásunkra, ugye a WHO szerződés kapcsán, ugyanúgy igaz, amiről beszéltem, az energiaszuverenitásra, mindenhol. Köszönöm szépen az előadást, nagyon sok gondolatot ébresztett mindannyiunkban. Nekem, mint klasszika filológusnak azt idézi, hogy annak idején a régi rómaiak úgy nevezték, ha valakit száműztek Rómából, vagy a római birodalomból, hogy aqua et igni interdicere, ami azt jelentette, hogy eltiltották őt a vízhasználattól, és eltiltották attól, hogy tüzet használjon. Ez elég volt ahhoz, hogy ő ne legyen életképes a Róma birodalomban, sehol, ahol a római állam joghatósága alatt volt. Most úgy tűnik, hogy egy ilyesfajta diktatúra, ilyesfajta számüzetés vár mindannyiunkra, a digitális diktatúra, mert ha máról holnapra valakitől megvonják azt a lehetőséget, hogy a digitális hálón szerepeljen, akkor megtörténik ez a digitális számüzetés. Az élete, családja, minden romba dől. Ennek a bankok az előfutárai. Nyilván tudjátok, hogy vannak már olyan jelenségek, amik arra utalnak, hogy a bankoknak van úgynevezett társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás egyében például nem tették lehetővé, hogy a Mi Hazánk az OTP-nél nyisson egy számlát, mert ez egy olyan párt, hogy a társadalmi felelősség jegyében nem engedjük meg, hogy a Mi Hazánk ott számlát nyisson. De tovább megyek. Angliában olyan kimagasló, másképp gondolkodó, vagy értelmesen emberileg gondolkodó politikusok is vannak, akik egyik napról a másikra azt az értesítést kapták, letiltották a bankszámlájukat. Tehát nem juthat hozzá a saját pénzéhez. Koltusbotra jutnak azok az úgynevezett másképp gondolkodók, akik azt a bátorságot veszik, hogy a pénzüket a bankoknál teszik. Tehát a bankokat a modern világban már rég nem kívülről rabolják ki, hanem belülről. Azt is lehetne mondani, hogy megtörténik az, ami a Bibliában még, hát hogy tetszik, jó hír, hogy Krisztus fogott egy kötélcsomót, és kikergette a kufárokat és pénzváltókat a templomból. Sajnos úgy látjuk, hogy most a keresztényeket kergetik ki a saját templomaikból, engem, minket, titeket, és mindabból a világból, ami még élhető volt. Köszönöm szépen az előadást. Nagyon szépen köszönöm.
Ha megengedi, gyorsan reagálnék rá. Egyrészt nagyon szépen köszönöm a hasonlatot. Abszolút ez az én hobbim is, vagy világom, tehát elképesztően gazdag az antikvitás és Róma, és nagyon szemléletes képeket ad, és érdemes tanulnunk az antikvitástól. A gyakorlati felvetésre reagálva annyira igaza van, és ez egy másik, hogy azért hangsúlyozom én is a digitális tér veszélyeit, mert hogy ugye számtalan egyéb aspektusa is van. Nem csak az, hogy lenémítják a véleményemet, nem csak az, hogy mást öntenek rám, de az is, hogy a mi utódainkat, ami megint csak a szuverenitás része volt, hogy hogyan szocializálom, miben nő fel, ugye mivel az online platformokon szocializálódik ma már mindenki, ugye ezt is átveszik tőlünk, és olyan tartalmakat töltögetnek beléjük, olyan irányba terelik őket, ami felől ugye nincsen tovább. És a digitális térnek a legnagyobb veszélyt én is ennek tartok. Ugye a hívószava ennek, amit ön is említett, ennek a fajta digitális térben történő társadalmi mérnökösködésnek az ESG, ez az Environmental and Social Governance, ami úgy kezdődött, érdemes megnézni, most már Magyarországnak is van ESG törvénye, tehát közben itt elfogadtak egy ilyet, hogy eredetileg az E, ugye az a környezeti előírásokra vonatkozik. Az volt a trójai faló, amivel ezt az egész ESG-t betolták, hogy világszerte, csak ugye megint Európa, aki élen jár ebben, hogy hát vannak olyan környezetvédelmi megfontolások, amiket rá kell a vállalkozásokra valamilyen módon kényszeríteni, mert hogy nyilvánvaló módon mi vagyunk a felelősek azért, hogy Kínában milyen szemétfolyók hömpölyögnek, mi vagyunk a felelősek azért, hogy Amerika mennyi széndioxidot bocsát ki, csak a kis Európa, folyamatosan zsugorodó Európa, ami jelenleg a világ károsanyag kibocsátásának valójában a 7,5%-át adja. Ez 2030-ra 5%-nál kevesebb lesz, de mi vagyunk a bűnösök, semmi kérdés, Európa hibás mindenért. Ezért itt az ESG-t felgyorsították. Ennek az eredménye az lett, hogy nagyjából egy 5 éve a nagy nemzetközi bankok már például egy földgázos erőműnek nem adnak hitelt. Mert ez az environmental. És ez már igazodott a világ, igazodtak a bankok, igazodottak a nagyvállalatok, a digitális térben ez érvényre jutott. És a másik két betű, a social, ez a társadalmi mérnökösködés, a társadalmi nemeknek a dimenziója, a munkahelyeken kellő, arányban legyenek transzneműek is, nem tudom, hogy attól, hogy valaki transznemű mondjuk jobban dolgozik-e, nem vagyok benne biztos, vagy sehogy. Tehát, hogy megérkezett a másik betű is. Ezek nyilvánvaló módon, ami a leggyorsabb ennek az ESG-nek, az a digitális tér. Pontosan a virtuális pénz, tehát az átutalások dimenziója és a vállalkozások hitelezése. Ugye ez az a dimenzió, ahol ez az ESG, ez a társadalmi mérnökösködés, amit ön utalt teljesen egyébként ide referál, ez folyamatban van. És ez valóban megint ugyanez a probléma. Tehát megint ugyanaz a probléma, hogy hogyan oldódik el a mi egyéni cselekvési mozgásterünk, és a nemzeti, az állami szuverenitás. A digitális tér az, ahol a legkevésbé tudja az állam a nemzet érvényre juttatni a saját szuverenitását. A fizikai térben még úgy igen, hogy Torockai László kezdeményezésére ugye húztak egy falat a déli határon, akkor az ott fogva van. De a digitális térbe is meg kell ugyanezeket a határokat húzni. Nem véletlen, hogy a digitális térbe sietnek a legjobban az ESG vonatkozásában is, hogy ezt az Environmental Social Governance programot Európa szerte keresztül nyomják, mert így veszik el az identitásunk pontosan ilyen lépésekben. És a digitális térre azért is vessük a szemünket, vigyázó szemünket ugye Bacsányisan, mert szinte annak a minta terepét látjuk, ami aztán a fizikai térben is ugyanígy lesz. Amit a digitális térben látunk ideológiai hegemóniát, az lesz majd a fizikai valóságban is, ahol majd a nap végén algoritmusok leadják úgyis helyettünk a szavazatot a megfelelő helyre. Ebbe az irányba megyünk. Köszönöm szépen a részrevételt. Köszönjük szépen, és bátran ne fogarkodjanak a tapsal, mert ez volt a zárszó. Dr. Tóth Máté energiajogász, beszédkészsége még meg lenne, de a befogadó képesség már korlátozott mindannyiunk részéről, azt gondolom. Úgyhogy köszönjük szépen, de hadd ajánljam a Fekete István Szabad Egyetem következő előadását, illetve még azt megelőzően március 15-i ünnepségünket hagyományosan 15 órakor a Pilvax közben.
ahol hát egy arra méltó református lelkipásztor is föl fog szólalni, hogy némi aktualitást is mondjak, és politikamentes üzenetet. Viszont egy hétre rá, március 21-én csütörtökön, este 6 órakor itt a Szabad Egyetemünk keretében Mádai Norbert író műgyűjtő fog az 1848-49-es szabadságharc fegyvereiről egy előadást, és hát reményeim szerint egy bemutatót is tartani, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel ide márciusban is. A Gábor Áron rézágyúját. Még az is lehet, hogy Gábor Áron rézágyúját is, de ha nem is, mivel a Szabja vívást Hungarikummá tette, tulajdonképpen ő maga a kezdeményezésére fogadta el a Hungarikum Bizottság ugye a magyar szabjavívás hagyományait, ezért azt gondolom, hogy egy-két szabjával, korabeli szabjával biztos, hogy meg fog lepni minket. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a megjelenést, és főleg előadóknak ezeket a remek gondolatokat. Köszönjük szépen!